uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra lesz majd, de még csak 6 óra múlt, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Szevasztok, hello. Hello mindenkinek. Mi van, mi nem kapunk ebből a szuperviharból? Hála Isten. Ide nem jön? Hiányzik. Nagyon. Nem, maradjon, kanyarodjon csak arra fölfele. Embereket vitt el. Igen. Hát nem értem egyébként, szóval, hogy igen, egy 14-ös fiú bement fürdeni. Hogy mi az... Hogy mit csinálod, tudod? Szóval, hogy ez az embereket visz el, igen, és a parti őrség keresi. Egyébként meg, hogy... De hogy így miért megy be fürdeni 14 évesen, érted? Ráadásul, hogy két nappal korábban szóltak előre, igen, hogy ez lesz, ez várható, hogy neki nincsenek szülei, neki nincsen agya. Tehát igen, ez mindenképpen fura. Nem, azért gondoltam, hogy miért nem jön erre, mert... egyszer megnéznék egy ilyen vihart. Tehát amikor így megtapasztalod azt a fajta erőt, ami a természetben van, láttam olyan képeket, akik bementek így olyan részekre, amikor így átcsapott a hullám, és aha, álltak ott, és fogták a korlátot. Mondtam amikinek, hogy biztos, hogy bemennék, kösz. És téged is elvinne a vihar. Nem, fürdeni nyilván nem, tehát már a tengerben nem, ahol elvinne, de most az, hogy a Dunánál nem látsz ilyet. Aha. Szóval se a Balatonnál. Egy méteres hullámokat. Csak attól mondanák, hogy de figyelj, de érted, 37 éves volt a csávó. Hát nincs agya. Hát nincsen agya. De nem, amikor tényleg így megérzed, hogy milyen apró vagy, és milyen erős a természet, és mekkora hullámok, és mekkora vihar, és milyen szél, voltam már ilyen nagyobb hullám közelébe tengerve, akkor egész egyszerűen nagyon picinek és törékenynek érzed magad, amikor mondjuk így a partra kidob egy ilyen 4-5-6 méteres hullám. Az hihetetlen. És egyébként tehetetlen is vagy. És tehetetlen vagy. Tehát nem nagyon tudsz mit csinálni, és ott érzed meg. Nagyon szeretem a viharokat. Most persze nem azt az oldalt, hogy Balázs, ott embereknek a tetejét elvitte a házát, ne senki, ne írja ezt meg, tehát nem így értem, hanem amikor tudod, úgy érzed, hogy úristen, milyen pici és törékeny vagy, és milyen erős a természet, nem? Mi van, kicsit, hogy megrázza magát, tessék? Amerikában készülsz, hogy így. Na, például Amerikában voltam, amikor volt egy nagyobb, hát nem tájfun, meg nem orka, meg semmilyen Miami-ban, csak volt egy kisebb vihar. És hát lent álltunk ott az Atlanti óceán partján, figyelj, nem hiszed el, összetojod magad. Tehát olyan hangja van a tengernek, hogy így nem mersz a közelébe menni, nem úgy bemenni fürdeni. És látod azokat a hullámokat, néhányan egyébként szörföztek, de hogy így nem gondolod, hogy az a robaj, meg az a hang, az mennyire mély benyomást tud tenni rád, döbbenet. Patrick Swayze-ék szegény. Igen, a holdpontot forgatták pont, igen, igen. Na, de hogy akkor erre nem jön. Nem, kanyarodik fölfele. Legalábbis tegnap én ezt láttam a televízióban. Igen, Németország, Franciaország, Bretagne, úgy hallom, igen. Hát viszont, ha gyors vagy, akkor még a Mudzen nyomában felszaladsz az északi sarkra, akkor hát ha elkap. Ott még egy kicsit elkap. Azért az, hogy megbénult London, nem? Szóval ők azért ezt így tudják, meg túl vannak már egy pár viharon, meg tudják kezelni, de hogy leállt a tömegközlekedés, a metró, a légiközlekedés, minden. Tehát őket megbénítja, itt mi lenne? Tehát itt leesett egy kis hó március 15-én, és két napot ültek az emberek az autóba. Itt mi lenne? Most komolyan? Ha egyszer azt mondják, hogy jön egy ilyen vihar, szerinted? Hát rossz belegondolni is. Már a hírre is megbénulna minden. Szerinted mi lenne a metrókkal? Nem, mert a híre nem. De már a híre is, igen. Nem, mert mindenki azt mondaná, hogy el persze, tehát hogy maradj otthon, tudod, mit csinál olyankor a magyar, én még átérek. Én még átérek, mert bátor vagyok, és akkor, na, akkor viszont megbénulnak. Hát azért itt is vannak már változások, például a hétvégén elmentem kedvenc mászótermembe egy kicsit sportolni, és azt láttam, jó napot kívánok, kérem szépen, kezit csokolom mindenkinek. Az egyes villamos felújítása a hétvégén is teljes gőzzel halad. Ugye? Mondtam én a múltkor is. Tehát ilyet korábban, de most komolyan, ilyet korábban az ember nem nagyon tapasztalatot. Hétvége van. Leáll minden. Láttad a saját szemeddel, vagy csak ott, valahova ott, ki volt írva? Viccelsz, nem. Láttad? Saját két szememmel láttam. Nem statiszták voltak? Nem, még mondtam. Nem bábuk voltak? Laci Pajtinak kedvenc mászótársamnak majdnem mondta, hogy figyelj, Laci, álljunk már meg egy kicsit. Itt egy kicsit, igen, álljunk meg, nézzük, csodáljuk, és ne. És figyeljetek, nagyon-nagyon tisztességesen tolták. Ugye az egyes műlagosan most csak a Lehel térig lehet elmenni, pontosabban a Lehel útig, és akkor ott át kell szállni villamospótlóbuszokra, és figyeljetek, irgalmatlanul tolták. Nekem ez nagyon szimpatikus, ez nagyon tetszik. Nem viaszbábuk voltak, akik mindig ugyanazt a mozdulatot így derékből csináltak, akkor tudod, mint az ilyen panoptikumokban. És egy lakókocsihoz vezettek a szállat, és ott egy ember rángatta a zsinórokat.
Nem, azt mondtam nektek én is. Már, hogy elkezdődött a munka, és mi éppen beszéltünk Vitézivel, és volt az a javaslatunk, hogy szerintünk kéne hétvégén is, utána már ők rögtön egyeztettek, és már az utána következő hétvégén nyomták. De úgy történetett, hogy a Vitézi beszélt velünk itt adásban, utána pedig összehívtak egy brainstormingot, és azt mondja, félj, srácok, egész jó ötletet hallottam Morning Show, mi lenne, hogyha hétvégén is találkoznánk? Így van. Beszéltek a kivitelezővel, az mondta, hogy nyilván van az a pénz, hajrá, inkább csináljuk. Az első szakasz decemberig be kell, vagy december végéig be kell fejezni. December vége az első szakasz, és mi az első szakasz? Az első szakasz az Árpád híd és a könyves, nem tudom melyik, az Robert Károly. Az Árpád híd és a Honvéd kórház, tudod? Igen. Igen. A Honvéd kórház előtti szakasz. Igen, a Népfürdő utca és az Árpád híd Pesti vége. Egy jó 70 méter. Szóval azt kell befejezni? Azt meg kell fejezni, és akkor utána költöznek erre felé tovább. Nagyon klassz. Ma, tényleg az. De mondom, impozáns, jól néz ki, mutatós. Úgyhogy tényleg. Mutatós lesz majd, ha vége lesz. Nekem nagyon szimpatikus. Na, itt van. Csodálkozzatok. Nézzetek. Öcsisaj. Arany. Arany. Óvatosan. Nem úti, megjött a Fuchs. Várjál. Fuchs. Kiváltottam. Kimegy a királyvízért. Ez nem lehet arany. Nézzük. Hát, az 14 karátos arany. Az nehezebb lenne. Miért lenne nehezebb? Ez aranyozott maximum. Nem. Az hát egy... vagy üreges. Ne dobáld már a gyűrűmet. No? Nézd meg. Van benne tisztelet, becs? Nincs. Hát, én azért ezt egy kis királyvízbe megmártanám. Esküszöm, bele van, nézd meg, oda van beleírva Rákóczi Ferenc, 2013, az új kígyósért. Ne. Kitüntetés. És a tetején pedig a pöcsét. Most vehetsz magadnak smirglit, hogy... Feri, szerintem most ez nem arany. Ezt most ne szórakozzál már, hát ez egy Feri, a új kígyós önkormányzata adta, hát nem lehet. Ezt most komolyan mondom, hozzunk be királyvizet, szerintem ez nem arany. Hát mi? Átvert a szerinted az új kígyós önkormányzat? Ne szórakozz már. Figyelj, hozzáértő kell ez. Ki kell mennünk Érdre, onnan tudunk hozni most egy ötvöst. Itt vannak az udvarban nálunk. Az aranyban nyomnak ki a jelet, mint az ezüstben? Persze. Ki ezt tudjuk egyébként vinni? Belül. Ezt kérlek szépen 14 karátos aranyból van. Hát na, mondtam, javaslom, hogy kaptam. Nincs belül semmi. Róla. Annyi van, hogy Rákóczi Ferenc az 2013. Ebbe egy gram jel nincsen, Feri. Figyeljetek, én biztosan... Figyeljetek, ez nem arany szerintem, de jó. Szerintem nem, nem fizettél érte sokat. Feri, én nem fizettem érte. Feri, biztos benne lennél, hagyjuk a királyvizet, szerintem 4-5 darabra kellene vágni, és több helyen is bevizsgáltatni. Jó? Gyerekek, ez nem arany. De nem áll. Max aranyozott. Tényleg mostanában nem útnak bele ilyen hitelesítési kis jelzéseket, amiket Balázs is keresett benne. 14 karátos aranygyűrű számlát kaptam róla. Miről? A gyűrűről. Én. Nem. Mi volt rajta, édesburgonya? Ne. Az egyébként igen, mert azt mondták, hogy csak így tudják elintézni. Nem, mert ugye nekik le kellett könyvelni, és nekem ebből a könyvelt példányból küldtek egy ez arany. Úgy arany, mint azoknak a srácoknak, akik tudod, kimennek a strandra aranyakláncban, bemegy a vízbe, lebeg az aranyaklánc a víztetején, tudod. Meg van az, igen. Mikor megy be a srác aranyakláncba a vízbe? Láttam igen. Ilyen régen a Palatinuson. Kis üregesek. Brutál durva aranyfuchs, tudod, azt hiszed, ott lóg a nyakába 3 millió forint, bemegy a vízbe, lebeg a víztetején az aranyaklánc. Jani, mondjál már. Na? Nem, csak azt mondja, hogy a kis ujjadra csináltatták egyébként. Ne, az pont, a gyűrű súlyára már deformálódott van. Egyébként, mert Feri, nézd meg, már nem kör alakú a sziluettje, mert Feri felhúzta az egyik kurka ujjára. Jó, hát lehet, hogy petrezselymet vágott benne. Figyelj, te nekem egyébként bejön, imádom a pecsétgyűrűt. Na, de most komolyan mit mondasz? Semmi, ez egy aranygyűrű, nem mondjon semmit, majd kiviszem ide hátra az ötvösökön. Tényleg, vigyük már itt, mutassuk már meg itt hátul. 9 után itt vannak, én kiszaladok erre. Basszus, lejött róla az új kigyosi címe. Megtakarítottam. Persze. Figyelj, szerintem vigyük ki, nézzük meg. Ők megmondják. De nekem tetszik. Hát én már a súlya is, hát van súlya. Hát van. 10 gram? Azt hiszem 10 gram. Nem lebeg, az biztos. Ez arany, színtiszta arany. De kell, hogy az aranyban legyen valami jel, mint az ezüstben. Tehát, hogyha leveszem az ezüstgyűrűmet, akkor van valami kis belenyomás. Maga valami. Beleírás, biztos. Igen. Hogy, és mivel tudják megnézni? Csak ilyen királyvízzel, ami marja? Mondom, a királyvíz az szerintem nem megbízható, Feri. Szerintem le kellene reszelni belőle egy vízét, egy ilyen 6-8 grammot. Ne, figyelj, itt az itteni szakik meg ránéznek. Figyelj, megcsinálják. Ha? Muti? Atya Isten. Feri, nagyon menő. A pecsétgyűrű rettenetesen öregít. Tehát, hogy öregít Ivan. Szerintem a pecsétgyűrű. Van egy pecsétgyűrű rajtad az öregít. Igen, az olyan, mint a nőn az arany. Tehát szerintem, egy nő aranyat hord, az is öregíti. Aha. Vedd le a szemeged, és mondd azt, hogy vámház körú.
Picit bekapkásoltál, igen. Jaj, nem tudjátok a szépet értékelni. Gyönyörű új kígyós címer, benne a dohánylevél. Abból éltünk valaha. Nézd meg minden. Szerintem ez arany. És hogy volt, hogy levették az új méretedet? Vagy le kellett méretet küldeni? Nem, el kellett küldenem az ujjamat. El kellett küldenem az ujjamat. Nem, hát az ember tudja, hogy mekkora gyűrűt hord, azt megmondta a számot, és akkor arra megcsinálták. Aha. Ennyi. Most már, most annyira fölhúztál. Figyelj, ezt most komolyan mondom, 9 órakor nyitva vannak ők itt. Anna, te értesz az aranyhoz. Egyszer láttál már valahol. Figyelj, 9-kor nyitva vannak itt mellett. Vigyük át. Most tényleg vigyük át, kíváncsi vagyok. Nézd már, fogd meg már csak a súlya is. Arany. Sanszos. Sanszos, ma, hogy nem arany. Mindenki jön be. Én meg az összes nő, hogy beszaladt az aranyra. Igen? Viki, arany, nem? A nők értenek de, hozzá. De hol van a próba? Az nem, nincs benne próba. Hát de ott maga a vésés a próba már ilyenkor. Arany, arany. Az nem kéne, hogy legyen benne egy próba? Nem, amikor már ilyen pecsétgyűrű, és belül van, hogy belül van írva, az maga a próba. Próbálom védeni. De ne kapargassa! Hogy maga a vésés. Maga a vésés. Ja, persze. Figyelj. Bármelyikre. Nekem szép kezem van. Én is csodálkoztam rajta. Az, ilyen érző vékony. Kis új gyűrű. Nem tudjuk betenni új vízbe és kiszámolni a faj súlyát. Nem de lehet. De. Tegyük be, hozzatok majd pohár vízét, én fejbe számolok faj súlyt. De te csinálod. Addig is itt a kávén. Valamibe tegyük már bele, gyerekek, én kiszámolom. Fíj, egy percet. Szétmarná a kávé. A égen, feloldodna benne. Figyelj, nem jó az. Jó az. Feliratos nagyon jó. Már látom, hogy az elejét elrontották, mert előttel Rákóczi Antit akartak beleírni, aki a helyi kocsmáros, és a Baby Bone zenekarnak a frontembere. Jaj, a francba, na mindegy. Ferének így is jó lesz. Kell, figyeljetek, mindegyikben van jel. Ez a fémjelnek hívott valami, ez mindegyikben van. Ha az nincs benne, akkor tedd bele a vízbe. Ferén, ennek örülnék, mert Balázs aggódik, érted? Jó, de hát most... egy fönnmarad a víztetény. Ami lefújt műanyag, tudod. Lesüllyedt, tehát ez már jó jel. Lesüllyedt a gyűrű. Nem műanyag. Arany, igazi arany. Tehát nem valami rossz műanyagot fújtak le valami nagyon mivel. Nem tudom mivel. Feri, most nem azért kérdezem, de mikor volt, legutóbb az új kígyósi búcsú? Most, szeptemberben. Aha. Lőttél esetleg valami hasonlót a gyereknek? Nem voltunk. Azt írják, jó erősen dörzsöld meg. Hova? Ha erős fémes szaga van, akkor nem arany. Ha erős fémes szaga van? Igen, ha erős fémes szaga van. Jó. Akkor sárga réz lenne, de nem lesz fémes szaga. Az arany. Az a baj, nagyon durva fémes szaga van. Igen? Hagyjatok már békén. Én mondjuk ideig érzem, kérdezni is akartam, hogy mi ez persze, a fémes szag. Nyilván te ideig. Mi ez a rettenetes fémes szag? Nem olyan durva. Figyelj, vigyük már ki 9-kor ide, hát itt van mellettük az arany befogadó szerintem hely. Várjuk meg, hogy bezöldülne, mert akkor a rész. És rakjunk egy 200-300 darab zenét, és várjunk egy kicsit. Hol a fémjel? Nem találom. Na jó, megnézzük. Szerzünk egy 5-öst 9-kor, és megmondja nektek. Nagyon jó. Most már ennek a dolognak járjunk utána. Né, már maga a csillogása is, nem? Aha. Az. De miért nem tudunk tényleg felhőtlenül örülni? És ha nem arany? Nem, ez most én nagyon műanyag... szeretnék felhőtlenül örülni, csak a tisztálátás véget mindig kérdéseket teszek fel. Aha. De nem árt tudni, hogy valóban aranya az. Ami annak látszik. Ami annak látszik. Meg most nem arról van, hanem a dolognak a jelentősége az oké, az fix. Most itt ez egy szimpla, ez egy fizikai része a dolognak, ez a materialista vonal. Tehát az érzelmi részével tisztában vagyunk, az becsüljük, értékeljük, fantasztikus dolog, hogy megkaptad az új kígyósért pecsétgyűrűt, meg hogy tényleg ilyen kvázi díszpolgára lettél a településnek. És ez a fizikai része. Arany vagy nem arany. Mennyit ér? Aha. Mondom, 9-kor kiderítem nektek, pecsétes igazolást hozok róla. Jó. Nem, csak azért mondom, mert tudom, hogy mondtad, hogy alig várod már, mert be akarod adni az aciba. Nem, ezt már kiváltottam, tehát az aciban már belettem. Nehogy valami olyanra alapozzál, tudod, ami... Aha, értem, tehát érted, nincs értepénye. Megszorulsz a seggére, versz, ami nagyobb összegnél, és azt mondod, nem baj, béka, itt az aranygyűrű, besétáltok az aciba. 2005. Az ott szembesülsz vele, hogy valami nem stimmel, érted, alapozzál olyan dolgokra, ami valóban nem. De jó, igaz. Jó, még csak hajnal a 3, nehogy már ne ígyunk tovább. Itt van a gyűrűmre. A gyűrűmre még egy kört mindenkinek. Én meleg víz. Nem, hát nyilván, ha azt mondták, akkor biztos arany. Viszont meg volt belőle a megszólalásunk, úgyhogy... Ja, így. Megérte. Tessék, már megértem.
Azt, hogy nem mindegyik aranyba kell fémjel, ezt Buszos Ati küldi nekünk egyébként. Ötvöshöz ne vidd, mert kiröhög, Feri. 585 pecsét kell, hogy legyen benne, ha arany, írja el. Na, itt most tök jó, mindenki azonnal szakért, ezt imádom. 585 pecsét, nem sok az egy pici arany gyűrűre. Mágnes, írja valaki. Nincs mágnes? Nálad mindig van. Én azt hittem, hogy a nehéz a kezed, és azért nem tudod elvenni a pulttól, de akkor ezek szerint azért, mert fél. Balázs, miért vagy ekkora paraszt, kérdezik. Az, hoppá, lekapcsoltuk a lábát. Mert az aranygyűrű mellé világít. Az zavar, hogy egyszer az életben nem kaptál valamit? Balázs, irigy vagy, vagy féltékeny? Kérdezi valaki. Balázs, irigy vagy. Balázs így irigykedik. Írják rengetegen. Esetleg viasz pecsét gyűrű, kérdezi valaki. Csíkot kell vele húzni a falra, azt írják, ha fekete nyomot hagy, akkor arany. Na jó, persze. Hol? Milyen, na, de milyen fa? Egy fehéren festett falra? Igen. Ha fekete csíkot húz? De várj, mi az összefüggés? Gyerekek, tesztelünk. De hát az nem azonnal. De várj, nem mindegy. De mi az, hogy fekete csíkot? Téglafal vagy gipszkarton. Mi az, hogy fekete csíkot húz? Ez egy fehérre festett gipszkarton fal. Na, a Gyula. Fekete csíkot persze. húz. A Gyula örülni fog. Na várj, nézzük az ezüstöt. Az nem fekete, tessék. Tessék? Az nem húzott semmit. Az enyém feketét húzott. Egyébként tényleg? A Feri-é húzta a feketét. Az nem arany. Mondjuk lekopott, ahol húztam. Igen, lepattad róla a festék. Uti? A Jani nem húz semmit, de ő zsírkrétával ment rá a falra. Tiet húz és ezüst? Dehogy húz. Nem húz. Miki is húz egyet? Az is fekete. Az arany, ugye? Arany lesz ez, drága testvérem. Hát ez arany lesz. Hát ez arany lesz, drága testvérem. Hát hova szaladsz, nem egyél filáron a tiéd? Na, mindegy. Nyilván, hogy megvárnak a Ferit, ez levágnak a bal kezét, tudod, kézfejből. Ezért azért, annyit nem ér, csak hey! Mi az? Aranyból van a telefonom. Az is feketét húz? Ha figyelj. Nagyon jó. Arany? Ugyan itt arany telefon. Ja, fura volt, hogy egy arany vertú telefonod van. Nem mondom, már jó föl. Mióta műsorod van az RTL, jó fölvittel is a dolgod, arany vertú telefonnal járkád. Hát figyeljete. Feri, nézessük meg. Biztonságot. Feri, ezek köcsögök, de inkább irigyek. Fogadjatok, Feri! Írja nagyon jó, tartom a tízest. Szerintem arany. Fogadjatok 10 játékpénzt. Igen, valaki írja, hogy a trombita részből van. Trombita részből van? A trombita részből van. A trombita részből van. Te vajon miből van, Feri, gyűrűje? Igen, bunkó vagy, Balázs, ne irigykedj. Neked ilyen sose lesz. Hát mivel új semmi közön nincs, nem is lehet. Jani, Balázs, két irigy, fúj, üdv, Harry. Na, ez viszont tetszik. Nem mind arany, ami hörcsög, írja valaki. Na jól van, Balázs, egyszerűen irigy. Most elképesztő, hogy átláttok rajtam. Döbbenet ez a fajta emberismeret, ahogy átláttok rajtam. Na jól van. Megyek, már hasgörcsöt kaptam az irigységtől. Hogy állunk játékkal? 1-0. Kinek? Nekünk, Jani megszerezte nagyon szép játékkal tegnap. Egy nagyon szép, frappáns játék volt? Így van. Amit ma tovább vinni a szíved szerint. Most hátra kell mennem az ötvösök köz Feri gyűrűjével, hogy ne végjen, és akkor ő addig játszik. Nem éget. Az új kígyós önkormányzat is írt. Hát de arra jössze, hol van? Új kígyós önkormányzattól vagyok, Feri, ne vidd be. Janus, ott is nagyon irigyek. Igen, ők is erősen tiltakoznak. Majd tudnak valamit. Majd tudnak valamit, bizonyán. Érzik már a vesztüket. A szabad kígyósiak is írt a kamu. Az örök barátság. Igen, az örök barátság jegyében. Én ötös vagyok, az apám is ötvös Zoltán. Balázs, harap meg! Harap meg, az segít. Azt meg lehet nézni egyébként, de tényleg. Beleharapsz, hogyha benne marad a fogadnyoma, akkor viszonylag... Már mivel marad benne? Hát, hogy a gyűrűben. Ja, aztán a fogamban marad meg a gyűrűben. Igen, nem, hogy... Nem akarom harapdálni. Na jó, oké, lehet jelentkezni akkor játékra. Jó, egészen nyugodtan, bátor SMS-eket várunk, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 perc van, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. M6-os 82-es kilométer Pest felé belső sávban őzik-e, napozik vagy alszik az oldalára fekve. Személy kocsival óvatosan. Szegénykém a belső sávban valószínű, hogy... hogy nem napozik, nem alszik, nem? Néha jőzik el egyszerűen. Igen. Ötös úton Dabas előtt a benzinkután trafiznak, Bönyő küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és M3-as Szerencs utcánál mérnek a köcsögök. Jaj.
Szóljatok, ha ilyet írtok bele, légy szíves, jó? Mert nem, ilyeneket nem szoktam. Máskor rend... szoktál ilyen lendületes lenni, így 7 óra előtt 5 perc. Igen, túl nagy volt a lendület. Mérnek a rend Éberőre, Ipest felé, ahogy küldte nekünk valószínű ezt egy hallgató, az M3-as Szerencs utcánál. Hát zajlik a lavina hadművelet, nincs mese. Tegnap nem futottad bele esetleg, véletlenül valamelyik lépcsőben? Hát nem szóltak, nem kopogtatták meg a vállam, hogy te most belefutottál, mert már nincs ez a lefotózunk, majd megállítunk, csak egyszer belefutsz, aztán majd jön a csekk. Nem éreztem. Egyelőre, de hát ha a lavina, akkor az mindent elsodor, úgyhogy lehet, hogy már benne vagyunk mi is. És nem is láttatok ilyen jelentőségteljesebb kitelepüléseket? Már mire gondolsz? Több autót, gulyás ágyút. Szerintem rohadtul átszázzák magukat, egyre nehezebb őket észrevenni. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Hello! Sziasztok, Nóri vagyok. Hello, Nóri! Nóri, mi újság? Hú, semmi. Elég fontos napom lesz ma. Na. Forgalmi vizsgám lesz. Ja, életemben először, de már kétszer töltem elég rendesen az autót, úgyhogy... Már hogy a tesztautót, amin vezetni tanulsz? Aha, a tanuló autómat. Úgyhogy remélem az oktatóm is hallgatja, mert 11-kor összecsapunk, és remélem, hogy most végre sikeres lesz. Figyelj, ha már kétszer összetörted az autót, minek neked jogsi? Ha miért nem hagyod a fenébe? Hát annyi jó dolgot lehet csinálni, bringával menni, tömegközlekedéssel. Mert bennem van azért még az a kraft, úgyhogy szerintem sikerülni fog, meg remélem, hogy a vizsgáztató is jó fej lesz, semmiről nem tudok semmit. Úgyhogy, de rutinpályán törted össze, vagy már a forgalomban gyakorolva? Hát én forgalomban, hát élesbe benne. Profi, értem, ez nem rutinpályán. Elő, hátul? Hát a teljes hátulját. Belém jött egy bácsi, az oktatóm szerint nem én voltam a hibás, de hát azért érzek némi... Hát fia, kedvesség. Hátulról jött, akkor azért az ritkábban az első hibás, általában a hátsó hibás, ha csak nem tolattál. Kicsit későn álltam meg egy pirosnál. Ilyen nyomtál egy satut, meg hátulról beléd szállított. Úgyhogy hosszú heteken keresztül javításra szorult szegény autó, nagyon is sajnálom, szívemhez nő, úgyhogy hát egyszer meg az elejét kellett egy kicsit kalapálni a jobb első kereket. Figyelj, és nem tudnánk erről valahogy lebeszélni, hogy jogsid legyen. Hát annyi béna ember van így is a forgalomban. Hagyd a francba. És lehet, hogy BKV ez a bringázó. Figyelj, kétszer törtél autót. Mi lesz, ha jogsid lesz, és már nem ül melletted senki? Hát mi lesz akkor? Hát ez az. Hát figyeljetek, megvan a jogsim, szépen elrakom a szekrénybe, és nagyon büszke leszek magamra. Ez kb. Ennyi lesz. És majd amikor mindent elfelejtettél a rutinból, akkor újra előveszed és beülszed. Jézus Isten, ne csinálj, léci. És akkor tőlem kell majd félnie mindenkinek. Atya Isten. Na jó. Nem így lesz. Kivel szeretné játszani? Hát veled, Balázs. Nagyon jó. Igen. Aki megkóstol engem, az a hallgatókkal ötözködik. Mondjad. Veled, Balázs. Hallottam egyébként most, hogy az előzőekben a kolléganőtök felvilágosított erről az aranygyűrű, nem aranygyűrű témáról. Nem tudom erről, mennyire tudok majd veled beszélni. A adás vagy a játék alatt, jó? Oké. Na figyelj. De mást is behozhatsz, minden, más témát minden másról is. Másról beszélgethetünk. 3-2-1 fire! Na, az aranyról beszéljünk? Hát, jó lenne. Igen? Hát azt mondtad, hogy szeretnéd. Miért mondasz? Na ilyet? Jó van, köszi Balázs. Miért mondasz neki ilyet? Picit nehéz lesz hozni így a hetet. Hú, de nagy játék volt Balázs. A mindenségét nekünk. Köszi, srácok! Szepó! Mondtam, hogy ne az arany. Úristen, de szar vagyok. Na, ezt még nem mondhatjuk, de igaz. Atya mindenit. Hát jobban játszol, mint ahogy vezetsz, látod? Köszi. Nagyon jó volt. Ez vagy. Azért volt jó, mert hetekkel ezelőtt ugyanígy beleszaladtam, csak azt hiszem, hogy Janinál egy ilyen rocker vagyok, nem rocker vagyok kérdésbe. Ugye várjál, úgy, játszottál, akkor diszkvalifikálunk. Igen, akkor sajnos nincs csomagy. Ne csináljátok! Nem, ügyes vagy, hát ezt elrontottam, nem koncentráltam eléggé. Azt hittem, hogy egyből kérdezni akarsz, és így kicsit kiengedtem. Hú, de jó. Köszönöm. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyes voltál. Köszönöm, rendben. Hello. Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Na, hogy feldobtad? Legalább már jó neki. Ha nekünk annyira nem is. Gyerekek, bocs, jó? Holnap helyrehozom. Oké. Holnap helyrehozom baklövésem, jó?
vagy hát, valamikor még a héten. Igen. Kettőt kell hoznunk. Igen, ez most picit elszállni látszik a dolog. 7 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 4:08 lesz, 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello. Léci, olvassátok be, a rendőrség lavina akciót indít, mi gépjárművezetők fogjunk össze, jelezzünk a szembe jövőknek, a trafipaxot látunk, tegyünk ellen, hogy ne legyen olyan sikeres az akció, írja Carlos. Na, ez egy jó felvetés, kell ez ellen tenni autósokként, vagy inkább be kell tartani a sebességet? Mi a jó, mit mondtok? Illetve mit mondasz? Nyilván, ja, Jani, mit mondasz? Hát meg a Jani is mit mond, ő mint ugye, hát nem vezető, te meg ugye mint... Én értelme, hogy tartsa be mindenki. Az oké, okay, nem azt mondom, hanem hogy kell jelezni autósnak, mert ugye itt azt fogja, Carlos, hogy fogjunk össze mi autósok a rendőrség ellen. Ugye, hát itt mindig két tábor van, aki azt mondja, hogy ne fogjunk össze, ne menjen gyorsan, van, aki meg azt mondja, hogy igen, jelezzünk. Ha lavina akciót indítanak, és 10 kilométeren van 3 trafipax, akkor igenis fogjunk össze. Hát Carlos SMS előre vetíti azt, hogy ő kedveli azt, hogyha túl gyorsan megy, mert egyébként meg az megvan az emberben, ha kint mész a főúton is 90 km/h, akkor egy 100-asba belecsúszol. Ez ugye már büntethető, mert 10% fölött van. Ez egy 30-as megér. Tehát ha ebből a szempontból nézed, és mondjuk szembe reflektorozik valaki, hogy jön a trafipax, és te 100-ról visszaveszed 90-re, így ránézel, hú, azt a kutyafáj, kicsit tovább mentem, nem 90-re, hanem 100-zal, akkor ez tök korrekt. Abból a szempontból Carlosnak viszont tökre nincs igaza, hogy tényleg nem kéne 150-nel közlekedni, és akkor nem halnak meg emberek. Tehát most tudjuk, hogy a trafipax nem elsősorban azért van, hogy kevesebb legyen a baleset, hanem hogy egy nagyobb összegű... Hogy bevétel legyen. Igen, igen. Igen. De legyünk ennyire szerintem jó fejek, hogy azért villogjál, hogyha egy kicsit valaki túllépte, mert nem figyelt oda, akkor oké. De egyébként meg aki hülyén megy, és családok halnak meg miatta, azt igenis trafipaxozzák le 4-szer egymás után, és fizessen be 1 millió forintot. Én igen, csak ez az ember nem fog lelassítani. Hát az is igaz. Tehát, hogy megy tovább, és ugye nem észleli a trafipaxot, csak megy tovább ugyanúgy, ahogy te mondtad, 150-nel. Tehát, hogyha meg azt nézzük, akkor meg jó, hogyha oda villogsz, vagy oda villog egy másik autós neki, mert akkor legalább lelassít. Én gyerekek, mindig villogok, kövezzetek meg, támogatom-e a gyorshajtókat, vagy nem. Nem támogatom. De hogy... a villogás oké? Én mindig villogok. A kérdés az ugye, hogy mi miatt villogsz? Ami azért, miatt... hogy vegye észre egy trafi, és ne menjen bele. Jó, de most neked van mire villogni. Nem tudom, ez egyfajta hello. Szolidaritás, szóval, hogy most akkor ilyen alapon az is felmerül, hogy akkor most beolvassam-e a trafis SMS-eket, vagy ne olvassam. Segítek a gyorshajtóknak, ha beolvasom? Vagy azoknak segítek, akik egyébként, te érted? Tehát egy morális szempontból akkor itt most egy csomó kérdés van. Akkor azt nem tudom, ne olvasunk trafipaxot. Mert aki trafipaxot olvas, támogatja a gyorshajtást. Nem? Igen. Na és akkor most mi az? Akkor ne olvassak trafipaxot? Mert most van a lavina hadművelet, és akkor igenis, ha én beolvasom, akkor ő ott lelassít. Ha nem olvasom be, és kétszer megbüntetik, akkor lehet, hogy utána nem fog gyorsan menni. Igen, mert de, kétszer megbüntették. De a trafipax beolvasásával meg közvetve csökkented a gyorshajtások számát. Mert hogy lassabban fog menni azokon az útszakaszokon. Akkor mondok ellenérvet. Mi van akkor, ha a nem csökkentem, hanem megköszöni, ott lelassít, és utána ugyanúgy gyorsabban megy. Sőt, mitől megúszza a büntetést miattam, mert akkor... én mondjuk beolvasom, és nem jut eszébe, hogy ne menjen gyorsan, és ha én nem olvasnám be, lehet, hogy egy hónapban 3-szor megbüntetnék, és azon viszont elgondolkodna, vagy hogy akkor nem megy gyorsan. Menne. Tehát mind a két oldal megvan. Igen, de akkor legalább ott azon a szakaszon lassan megy, nem csinál hülyeséget. Amit te beolvasol, legalább ott olyankor lassan megy, betartja mondjuk a 90-et. Tehát ebből a szempontból te meg megelőzöl, amikor beolvasod, mert ott most egy csomó autós visszavette a sebességet, jó, 90-nel megyek, érted? Ha te nem mondod be a trafit, akkor ő ott ugyanúgy 150-nel megy. De és akkor lehet, mi hogy... történik? Akkor a gyorshajtóknak segítek azzal, hogy ők ott visszaveszik, vagyis megúszhatok velük egy büntetést. Ha megúszhatom velük a büntetést, akkor nem érzik meg a saját pénztárcájukon azt, hogy nem kéne gyorsan menni, hiszen nem kell kifizetni 45 000 forintot, tehát holnap is gyorsan fognak menni. Aha. Mikor veszel vissza leginkább a sebességből? Ha téged megbüntetnek, és akkor összeáll, hogy lehet, hogy nem kéne gyorsan menni, nem? Jó, akkor hanyagoljuk a trafipaxot nától. Na? Ne, csak kérdezem, csak mondom, hogy akkor mi a jó. Mivel ennyire bizonytalanak vagyunk, csináljuk azt, hogy, hogy hétfőn, szerdán, pénteken beolvasunk, kedden és csütörtökön, nem, a következő héten pedig pont fordítva. Ki tartja ezt fejben? Legyen Feri. Hát hétfő, szerda, péntek olvas, kett csütörtök nem ennyi. Olvas. És aztán fordul a hét. Persze, hogy nem megszokják. Ott fordul a hét, utána hétfő, péntek olvas, kett, szerda, csütörtök nem olvas, majd hétfő olvas, csütörtök nem olvas, a többi nem tudom. Igen, de jó? Így jó. De talán. Kicsit megalkuvó, de legalább nem találnak nagyon fogást. Van egy hallgatónk itt a vonalban. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Ildi vagyok. Hello, Ildi, te merre közlekedsz éppen?
Én Egerbe jöttem reggel Szarvaskő felől a 25-ös úton, és a Eger határában van egy vasúti átjáró, amit most kezdtek el felújítani, ilyen kövekkel szórják le, ezért aztán az egész út le van zárva az átjáró, és befelé van egy ilyen, hát szerintem valami vízügyes szervizút lehet, iszonyatosan rossz, arra terelik az autókat, de azon se autóbusz, se teherautó nem fér el, úgyhogy azok ott vesztegelnek befelé is, meg kifelé is. Úgyhogy aki tudja, az kerüljön másfelé, mert nem tudom, meddig lesz ez a lezárás, de nagyon nehezen lehet átjutni rajta. Aha, hát ez fontos akkor, hogy elmondtad. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Ili. Merre mész dolgozni? Én már itt vagyok a munkahelyemen. Mit csinálsz? Mit dolgozol? Hivatalnok vagyok. Ó, hát akkor ott nagy fegyelem van. Így van. És Szarvaskői lakos? Nem, én egy kicsit odébb lakom egy másik faluban. Szarvaskőnél mindenki lassítson le egyébként, forgalmi szempontból. Hát Szarvaskőnél még nem kell, de Almárnál már nem. Át a hegyen. Aki meg nem, az forduljon vissza valamerre. Szarvaskőnél, ne csak lassítsatok, álljatok meg, és menjétek fel, nézzétek meg a váromjait. Nagyon szép is. Így van, szó szerint, meg ott a határban van trafi is elég sokszor, úgyhogy jobb, hogyha mindenki bennel megy csak. Köszönjük, hogy elmondtad, Illi, jó munkát neked. Igazán nincs mit nektek, és sziasztok. Hello. Yeah. Asztóriánál alakul a dugó az Erzsike híd irányában. Keletitől araszolás, vége buszában parkolnak a buszok. Írta nekünk egy hallgatom. És Debrecen-Vánospécs között csúnya baleset, az egyik autó kereke kitört, rendőrök már kint, útzár, nincs puci, niki. Szlovákiában ilyen lavina akciókor megy egy civil rendőrkocsi kamerával a tömegben, és azokat is büntetik 60 euróra, aki villant. Hoppá! Az kemény. Rájöttek, hogy megy a jelzés, 60 euró. De hagyj jelezzek már, azért nem büntethetnek meg. Hát, nyilván most szabálysértés beleírják, hogy akkor az benne van már, akkor utána büntethetnek nyilván, de hát hadd villogjak már. A indokolatlan fényszóró használat. Hát és ha én köszöntem. Aha. De mit köszönget minden autósnak? Hát mit köszöntem? Hát jött szembe és ráköszöntem. Mindenki haverom, mert én itt lakom vagy. De ez a kedvenc településem, sokat járok ide. Hát az már mennyire demagóg, hogy még azt is megbüntetik, aki villant. És ha csak a nyári napsugara megcsillant a foncsoron, valójában nem is villantottál. Igen. Mi van, ha három trafi lefényképez egymás után? Három csekket kapok? Kérdezi Hori. Igen. Ez most ez a lavina. Ez a lavina hadművelet. Nyilatkozott már a rendőrség, hogy miért lavina? Nem tudom. Nem. Én nem olvastam sehol, hogy mondták volna. Hát most keresik, hogy ki volt az. Te ki dobta be? Én úgy emlékszem, Dezső volt. Nem. Keresik az illetékes, igen. Dezső a vérzivatart mondta. Nem, de igen, azt elvetettük első. Na mindegy, ez a... Ja, és még egy BKK gyorsan. Jó, mert mindig képbe vagyok. BKK Facebook oldalán mindig ott vannak a friss információk. A 12-es villamos csütörtök estig módosított útvonalon közlekedik. Jó, erre a budapestiek számítsanak, illetve akik arra járnak. Tehát a 12-es villamos csütörtök estig módosított útvonalon közlekedik, mert ott volt egy kis vízvezeték helyreállítás, illetve hajlították a sineket. Kérem, de nem? Picit ívben hajlították. Fia, azért villamosnál az, hogy módosítod az útvonalat, azt így nehéz elképzelni. Hát letér a kötött pályán. Ja, értem, megyek. Így van. Nem mindenki gyorshajtó, ide egy hallgató, de ha késésben vagyok, néha tolni kell neki. Keresek 90-et, egy 30-as csekk földhöz vágna. Szóval olvassátok, léci. Mármint a trafipaxot. Fogom egyébként, tehát nem hagyom abban. Nincs ezzel baj. Na. Na, ha már na, akkor majd mondom. Ha már, így mondod, hogy na, akkor... Érezted, hogy van egy szünet, és gondoltad, beszúrod? Jó, pont levegőt vettem. Ha nem akarsz most mást mondani, nem. Akkor van egy sztori, ami eléggé felháborító, és már két emberrel megtörtént, és hát ha van a hallgatók között is, aki már belecsúszott ebbe a történetbe, átverés, méghozzá pénzzel, és méghozzá komoly pénzzel átverés dívik most az országban, és azért nem nagyon értem, mert elég sok információt kell hozzá tudni. Van egy kedves ismerősöm, ők ketten vannak testvérek, egy fiú meg egy lány. És nekem a lány mesélte el, hogy fölhívták az ő édesanyjukat, aki már egy nyugdíjas néni, egy ismeretlen ember. Sírva hívta föl azzal, hogy szia mama, én vagyok a Zoli, aki az ő testvére, tehát a mamának a fiú gyereke. A mama kicsit így elkezdett hezíteni, hogy biztos a Zoli-e, mert olyan fura volt a hangja. Kérdezte is, hogy te vagy a Zolikám, mondta, hogy igen, én vagyok az mama, csak sírok, mert nagyon nagy baj van. És akkor innentől kezdve az anyai ösztön az ugye föllángolt a mamában, és elkezdte kérdezni, hogy mi a baj. Zoli, a képzeletbeli Zoli, vagy a mondott Zoli, sírva mesélte el, hogy itt van kint Kispesten, összetörte az autót, és ráadásul ő ívott reggel egy pohár sört, és most dél van, tehát óriási a baj. Az, akivel ő összetörte az autót, az rendőrt akar hívni,
És mondta az Oli, hogy mama, ha most ide tudsz adni 800.000 forintot, akkor azt odaadom neki, amennyi a kár körülbelül az autóban, és akkor nem hív rendőrt. És az a baj, mama, hogy ittam ezt a pohár sört, ezt biztos ki fogják mutatni, elveszítem az állásomat, a rendőrség, büntetés, meg minden. Tehát megpróbáltam mama anyai érzéseire hatni, és ez sajnos működött is, ugyanis a mama összeszedte a 800.000 forintot, szomszédtól kölcsönkért, kivette a takarékból a kis pénzét, és akkor mondta, hogy gyere érte, fiam. Hát mondta a képzeletbeli Zoli, hogy nem tud jönni érte, mert ugye ő most nem tudja elhagyni a helyszínt, viszont a Kovács Pistit oda küldi érte. Hát Kovács Pisti meg is jelent, átvette a 800.000 forintot, és eltűnt. A mama várt egy picikét, és egy olyan 2-3 óra múlva fölhívta az ő fiát, Zolit, aki mondta, hogy szia mama, mi a baj? Hát, hogy ne velem semmi, de hogy veled mi van, elvitte a Kovács Pisti a pénzt, oda tudtad adni a másik autósnak, és minden rendben van. És a Zoli meg nem tudta, hogy mi van, mert ő ült a munkahelyén. Uh-huh. Tehát valaki, ismerve az egész családi hátteret, óriási módon, pofátlan módon kihasználva az anyai ösztönt, amikor te segíteni akarsz a gyerekeden, mert ugye mi az első? Még akkor is, hogyha tényleg nem a Zoli hangja az, hogy nem annyira hasonlít rá, de hát nyilván megvan ijedve, sírszegény, biztos én sem hallok már, jó? És 8 kilót elvitt. Ez nekem mindig fura. Tehát de két én értem az anyai ösztön, persze, értem az anyai ösztön, de most... hát nem tudom, most följön a bátyám, hát nem ismered meg a saját családtagod hangját? Vagy olyan emberekre mennek rá, akik idősek és kicsit kiszolgáltatottak, és mondjuk náluk meg nem tudom, hogy mennyi pénz van sokszor. Tehát most azért mit, még te fölhívnál engem, egy ilyen kettőkor, hogy elhagytad a pecsét gyűrűdet. Soha nem hagyom el. Jó, igen, és meg kell újra keverjük. Csak, most. Mert azért megismerem a hangod. Tehát vagy nagyon profik, vagy kipuhatolják, hogy kire tudnak úgy rászállni, aki esetleg egy kicsit talán már nincs annyira igen, képben, nem? Igen, mert a mamának, hogyha ez a történet, ez így történet, azért nagyon-nagyon naivnak kell lennie, és mondjuk itt például itt a kommunikáció részéből is azért ki kellene derülni, hogy nem a fiával beszél, mert ugye amíg összeszedi a pénzt, aztán rátelefonál, vagy de ilyesmi. De nem telefonál. Tehát, hogy később rátelefonált a Zolira, előtte meg nem, hogy de, hova vigyük a pénzt, hol is vagy, de mikor jössz érte. Mindent a Zoli érted, sírva. Egy 70 éves, nem tudom pontosan mennyi a mama, de ugye egy nyugdíjas mama, akkor mondjuk 65-70 éves mama, ma már a rátelefonálsz, aki szegény halálosan megijed, mert az ő egyetlen fiacskája bajban van. Igen, hát ilyet mi is csináltunk pont, amikor nem voltál, ugye te fölhívtad az én nagymamámat, hogy én bajban vagyok, és csak akkor te egy valós személyt játszottál. Igen, hát saját magam. De nem, hogy akkor ő ugye a Jánost játszotta. Ja, tehát nem azt játszott, nem, vagy úgy hívtuk föl, hogy te Balázs vagy? Ne, de hogy is nem. Én voltam kezicsókolom, Vadon János vagyok, Jani, tetszik tudni. Na jó, de... Janikám, szia, szervusz, mi a helyzet? És aztán kértünk tőle egy kis zsugát. De adott is. Adott egyébként is, nagyon rendes asszony. Azóta már többször is felhívtam. Azért mondta, hogy mindig nem érti, hogy hova tűnik a nyugdíja fele. Mindig átszámoltatja velem, és azt mondja, hogy nem vásárolt semmit. Hát mondom, nem de Jani megint telefonált, milyen kedves film, olyan udvarias. Képzeld, Balázs Kávé, Janikám negyedszer érdeklődik a hogy létem felől. De hogy én is olvastam, hogy állítólag tényleg ez az új módszer, hogy valahogy körbe puhatolják a családot, megnézik a rokonsági kapcsolatokat, hogy hívják a gyereket, stb. És ez nem egyedi eset. Tehát ezt tegnap vagy tegnap előtt olvastam, szintén valami hasonlót az újságban, hogy így raboltak ki valakit. Ez lehet, hogy ugyanaz az eset, nem tudom. És összepakolta az ékszereket, összepakolta a pénzt, és 700-800 000 forintnak megfelelő összeget adott oda azoknak, akik aztán nem ők voltak. Na, igen, mondom, így működik, ugye arra hat a dolog, nagyon okosan van kitalálva, és tényleg kell tudni 3 olyan sarokpontot, amivel már tudsz támadni. Tehát hogy hívják a gyereket, megvan, mondjuk van testére, akármi, és hogy a mamánál körülbelül lehet mondjuk annyi aranyékszer a 70 év alatt főhalmozva. Igen, de te se Janiként telefonáltál. Hát annak, hogy nem, hát annak, hogy mi értelme lett volna? Hát csókolom, Sebestyén Balázs, ismerős nem, de Vadon János vagyok, a Balázs bajban van, tessék nekem pénzt adni. Te vagy... Szerintem te úgy telefonáltál, és itt írj egy hallgatós, hogy Márk mondani... vagyok? Igen, hogy Márk vagy. Ja, az is jó. De na, akkor is ugye tudta, hogy kiről van szó. Na jó, de ott már ugye nem, ott már az volt a lényeg, hogy ad-e. Uh-huh. Vagy fölhív engem, vagy engem fölhívott valamilyen Márk. De hogy adott neked azonnal. Nem Jani voltam, Márk voltam. Hát annak nincs értelme, hogy Janiként fölhívd. De ott is volt egyébként egy fix pont, tehát tudta, hogy neked van egy nagyon jó barátod, akit Márkanak hívnak. Tehát ott is azért volt egy olyan plusz információ. Igen, ott is volt. De honnan tudják ezt meg? Hát például a közösségi oldal. Ott igen. Rengeteg dolog föl van. Igen, a testvéremmel bulizunk. Igen, a testvéremmel bulizunk ma este.
puff, kész. Tehát elkezdenek konkrét információkat mondani, leszedegetnek téged a közösségi oldalról, mármint az infókat. Aha. Tehát ez még mindig kell egy telefonszám a nagymamádhoz. Hát az vagy az anyádhoz, tehát azért ez nagyon-nagyon belülről kell, hogy jöjjön. Az akár lehet vezetékes szám is. Hát az simán lehet. Na jó, de azért, tehát most azért azt megtalálni, hát kinek a nevén van bejelentve a telefon, hogy van bejelentve, hova van bejelentve, nem? Hát ez annyi, hogy oda telefonál, bárki oda telefonál, és akkor arra azt mondja, hogy XY-ra szeretnék beszélni, nem, bocsánat, ezt hogy hívják, horvát lakos, oké, meg vagy, tessék, leteszem, valaki más is. Tehát, hogy ezeket azért végig lehet csekkolgatni. Ebben az a durva szerintem, hogy ezek nem külsős bűnözők, hanem ezek belül, valahogy belülről jönnek, nem? Tehát valakiről tudjuk ott az adott környezetben, hogy na, mondjuk az anyukájánál sok pénz van, és akkor ott belülről szerveződve elindul ez a dolog. Tehát kívülről ezt megfejteni, hogy kinél tartja a pénzt, hogy tudom fölhívni, hogy hívják a családját. Hogy egyáltalán össze tud eszedni ennyi pénzt, mert ugye 8000 forint, ez egy nagyon komoly összeg. Hát, hogy itt azért tudni kell. Ki mennyit szedett össze? 800. Hát ezt a sztorit olvastam újságban. De mondom, általában ugyanennyit kérnek mindenhonnan, mert ez még ilyen lélektani határ, amit be lehet nyalni, hogy 8 kilóért egy autót el tudsz intézni, hogy nincs benne több kár, ugye egy baleset okán, mert hogy mindig ugyanez a sztori. Mert én kettőről tudok, két ilyen emberről. Hogy mindig bajban van. Igen, bajban van, és hogy 8000 forint, mert ez az a pénzösszeg, ami még nem egy... Na jó, de azért, ha kicsit lepörgeted magadban ezt, hogy most adjál 800 ezeret, és akkor nem jelent föl, vagy adjál 800 ezeret, és akkor nem akkor most itt vagyok egy baleset helyszínen, ezt most kell kifizetni. Tehát, hogy nyilván itt az ember sok kéri elsőre, nem? Aha. Tehát a gyereked ösztönösre reagálsz, anya vagy, segíteni akarsz. Ennyi. Tehát, hogy erre alapoznak. Egyébként profi. Ennyi. És ugye a gyerek még azt is elmondja, a hazug gyerek, hogy ittam egy pohár sört. Ki fognak jönni a rendőrök, mert a másik autós ki akarja hívni őket, akkor abból baj lesz, az rendőrségügy lesz, ha rendőrségügy lesz, akkor elveszítem az állásomat. De csak megismered a saját gyereket hangját, hát akit így tudnak lehúzni, nem? Hát azért az... Hát sírva, sírjál már, sírj egy kicsit nekem. Anya, baj van. Na, én azonnal fizetni. Ugye éjszaka fölhívnál, én azonnal adnék. Csak tegyere. Csak hadd aludjak bali, tovább. Bali. Várj, csináljuk azt, hogy a Jani próbálja meg, mintha én sírnék. Na, te sírjál, mint Feri? Mondta, hogy Bali, disznóvágás, amelyek is combon szúrtam magam. Jaj, adjál már békén, nem szúrom magam soha, én rendesen vágok disznó. Bali, nagy a baj, átvágtam az artériámat. Na, mellé szúrtam a disznónak. Jaj, Bali, van, kiszakadt az alfának az alja. Azt sosem szakadt ki, igen. A motor. Ne, olyan sztorit mondjam. Telefonbetyár, nem ismerem, tegye le, ne zaklasson. Bali, meg kell kennem a Kolbász fesztiválosokat, mert nem én nyerem meg a kurkatöltő verseny. Na, ugye? Te vagy az, Feri? Mennyi kell? Ki lenne, na. Mennyi kell? Adjál 8 kilót, és akkor a benzin is meg. Igen, hát figyelj, az biztos, hogy egyre kifinomultabbak, szóval, hogy persze ezt így körbejárják, de azért jó, hogy beszélünk róla, most mindegy, hogy ez átverhető így egy ember vagy nem, szerintem sokan naív, aki szerintem sokan igenis átverhetőek, még ha azt gondolná az ember, hogy nem is ismeri meg, vagy megismerni a saját gyereke, vagy hozzátartozója hangját, de jó, hogy behoztad, mert legalább, ha most valakit, mit tudom, fölhívnak, akkor ha és ezt esetleg hallgatja, akkor tudja, hogy azért tegyen föl két keresztkérdést, nem? Hogy Zolikám, levágattad a hajad, vagy még mindig rövid a hajad, vagy mit tudsz ilyenkor kérdezni, nem? Miért ugat ennyire Wolfi? Igen, a nevelőszüleit halottak. Igen. Szóval, hogy, de mi, és akkor tényleg odáig jutottunk, hogy téged álemberek hívnak föl saját hozzátartozót a játszva, és neked le kell már azt tesztelned, hogy te tényleg a saját hozzátartozóddal beszélsz-e. Azért gondoljatok bele ilyeket, amikor megszól a telefon, és akkor azt kell, hogy eszedbe jusson, hogy hoppá, akkor most nekem muszáj kettőt kérdeznem, mielőtt kipakolom a, nem tudom, a családi kasszát a kredenc alól. Várjál, csak nincs is húgom. De érted? De tud mindent, hogy van húga, tudod? Tehát, hogy de jó, hogy nem vagyok Facebookon. Úristen, de jó. Ez a keményben, hogy mindent tudnak róla. És hát tudják, hogy a mama hol van, hol lakik, onnan kezdve telefonszámot szerezni, szerintem nem mindenki minden hülyeséget, minden mozdulatát, minden pillanatát, nyaralásról, otthonról, lakásról, mindenki mindent kitereget, felpakol, megoszt, és egyszerűen belelátnak az életedbe. Hát nem kell ezt csinálni. Hát én például döbbenten figyelem a celebeknek a közösségi oldalát, amikor felraknak magukról olyan képeket, amik konkrétan látszik a házuk, és tudom róla, hogy egyedül él abban a házban, ami egyébként egy erdő közepén van, és ott van a ház. Na most percek alatt meg tudnám találni, hogy egészen pontosan hol található.
utána olvasgatok egy-két kommentnek, meg tudom pontosan állapítani, hogy hol keresem, utána pedig fölmegyek a Google Earth-hez, szépen kikeresgélem a házat, és tessék, már meg is van, és tudom, hogy egyedül él, tudom, mikor dolgozik, tudom, hogy mikor lehet felnyomni a kecót. Hm. Nagyon nagy butaság, nagyon nagy butaság. Bemondjam a nevét? Nem, mindenképpen. Na, vannak SMS-ek, akikkel ez megtörtént, úgyhogy őket visszahívjuk. Velünk megtörtént, amiről beszélgetek, szívesen elmesélem élő adásban. Így a Balázs. Fölhívjuk a hírek után. Jó, 7:30 pontosan, 1 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:48, ez pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgetünk, hogy milyen új módszerekkel próbálnak az emberekből kicsalni pénzt. Ugye magukat rokonnak, hozzátartozónak álcázva hívják föl, rablók. Rablók, ez a brémai muzsikusokat de mesélem, nem a rablók, a Beninek. A zsiványok. Igen, a zsiványok, akik egy tanyálaknak oda ment a kakas, a szabád, a macska, meg a kutya, és ordítottak. Aztán belenyúlt a tűzhelybe, mert látta, hogy világított még két parázs. Kicsit rá vagyok csúszva a brémai muzsikusokra, Beni kedvenc az mert most nagyon jó egyébként. A brémai muzsikus imádja, minden este el kell mesélni. Szóval, hogy próbálnak az emberekből kiszedni úgy pénzt, hogy fölhívja valaki a saját anyukáját, vagy a nagymamáját, de úgy, hogy nem ő hívja nyilván, hanem áll hozzá tartozók, és mondják azt, hogy bajban vannak, anya, küldjél pénzt, ide vagy oda. És én nagyon sokan írek például a jelszót, ami egy jó megoldás lehet, ha tényleg idáig jutottunk, és ez most már egy ilyen elterjedt technika állítólag, hogy meg kell beszélni a saját családtagoddal egy jelszót, ha mondjuk nem bízol abban, hogy megismered a hangját, nem? Én biztos, hogy gyanakodnék nyilván, és föltennék egy keresztkérdést, még ha a legnagyobb bajban hívna mondjuk a bátyám. Szia, mama! Olyan régen nem hallottam a hangodat, mi van veled, jelszó? De mama, értem, hogy ég a ház, és mindjárt vége minden jelszó. Az a rohadt jelszó nem jut az eszembe, hagyjál, már akkor leteszem. Százszor megmondtam, Samóca Jam, kisfiam, Samóca Jam. De nem tényleg, tehát ez egy jó megoldás, ezt írják. Sok a jelszót kell megbeszélni, hogy mondja a jelszót. A másik oldal az meg, hogy hány anyuka fogja ezután nem elhinni, hogy a saját gyereke telefonál, nem? Statisztikailag most az elkövetkezendő 3 hétben anyák százai hagyják majd cserben bajba jut a gyermeküket, mert erről beszélünk. Mert hagyjon békén maga gangster. Igen, de mama, én vagyok hülye, vagy ne tedd már le, tényleg bajba vagyok. Ribizli, naspolya. Na, jó lett ez. Igen, tüzér naspolya. Van egy hallgatónk, akivel állítólag ugyanez megtörtént. Hello Balázs, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt nektek is. Na, veled mi történt, vagy hogy történt? Na hát ez úgy történt, hogy kb. 2 és 2,5 évvel ezelőtt álltam a munkahelyen este, 4-8-kor, és egyszer csak megcsörgett a telefon. És az édesanyám mi volt, hogy hát a nagymamám ki van borulva, mert hogy aki ígért, hogy visz neki valami GPS-t az én nevemben, mert én vásároltam, hogy az nem jön, pedig már kifizette neki a felét. És én pislogtam, mint hal a szatyorban, hogy hát én nem rendeltem semmit, és kiderült utólag, hogy egy tök idegen ember, aki igazából nem is ismerhetett, mert csak a családi becenőmet tudtam, becsöngetett kapucsengőn, előadta a sztorit, hogy az unokája rendelt tőle egy GPS-t, és hogy engedjem be, mert ki kéne fizetni, a nagymamám beengedte, olyan meggyőző volt, sőt, még a lakásba is beengedte, majd ezek után elmagyarázta, hogy hát 100 000 forint egyébként a GPS, de hát legalább 50 000-et oda kéne adni, és majd egy 3 óra múlva legkésőbb hozná ide. A nagymamám szegény, és annyira naív volt, beront a szobába, kihozta a pénzt, odaadta, szintén egy tök idegen embernek, és hogy jó, hát akkor majd hozni fogja a GPS-t az ő unokájának. És amikor kiderült, hogy nem jött az ember, mert ugye átverés az egész, akkor felhívta az édesanyámat, ő meghívott engem, hogy én mit rendeltem, hogy amely az én nagymamámat szegényt lehúzták pénzzel, és ugye, hogy én voltam arról, hogy én hogy merem belekeverni, szegényt volt, kiderült, tök átverés az egész. És annyira... Mennyit fizetett a nagymama? 50 000-et. 50 000-et, aha. És annyira... tudta rólad mindent? Tehát tudta a családi becenevedet? Tudta a családi becenevedet, tudott szinte mindent, hogy hol kell csönget, és igazából lehetetlen, mert az ismerőségünk körében, aki tudta, hogy hol akik, az esetleg egy-két ember, az a környéken sem volt, meg hát gyerekkori barátom, hogy nem csinált volna ilyet. Hát, és se a nevét nem jegyezte meg, se azt, hogy hogy néz ki, ma annyira sietette egyszerűen, tehát annyira profi volt, hogy ez valami döbbenetes. Nagyit tovább képeszétek utána, hogy ne csináljon ilyet? Hát és okkolta a hírt, tehát. Tehát ő szintén megedett 20 évet, 10 perc alatt, mert egyszerűen, és próbáltam tőle megkérdezni, hogy nézett ki, milyen magas volt, merre ment el, hogy beszélt, mondott-e nevet, semmi, annyira meggyőzően adta elő magát, hogy be se kellett mutatkoznia. Tehát egyszerűen döbbenetes. Látod, ennyi, egy információ kell, a régi családi név, és már mindent. Legalább a GPS-t adta? Na, egy fél GPS. Valamit, egy GPS tokot, vagy valamint, semmi? Semmi. Semmit.
Nem is lett meggondolom, ugye? Tehát nem, azóta se tudod. Nem, tehát nem, de próbáltam mindent kikérdezni tőle, hányan, akkor hogyan, mint, nagyjából milyen magas volt, semmi, tehát annyira nem volt, hogy jobban megnézze az ember. De nagy jó megfigyelő volt, azért tudott adni valami kis rajzot róla, vagy nem is semmi. Tudott, semmi. Uh-huh. Azt mondta, hogy ő megbízott bennem, azt mondta, hogy az unokának a barátja. Jelszó? Jelszó van? Most már van? Azóta? GP. Ja, igen. Jelszó. GPS. Balázs, köszi, hogy elmondtad. Köszönjük. Szívesen, sziasztok. Ciao, hello. Ne csináld, Balázs, hogy nem vagy fent a Facebookon. Te írtál rám egy hete, hogy összetört a hajvasalod utaljak fél millát, mert most már annyi a legújabb. Akkor nem te voltál. Így egy hallgató. Szomszédnéni 80 éves barátnőjét ugyanígy húzták le, csak a lány unokája volt bajban, sírva hívta fel, nem ismerte meg a hangját, szegény, írja Zsú. Tehát ez egy bevett módszer, tényleg csinálják. Ugye rengeteg ilyen kiposztolják, hogy elmentünk két hétre nyaralni, például. Hogy miért? Írja egy másik hallgató. Értem én, hogy akkor szörnyű menőnek tűnünk meg ilyesmi, de hogy egyébként olyan magas labda. Igen. Sziasztok, Győrben történt két hete, hogy egy utcabeli nénit felhívtak, hogy a svédek tartják fogva az unokáját egy kabátba. A unokáját, igen, csak nem volt vesző, egy kabátba rakja bele a váltságdíjat, küldenek taxit, a taxisnak adja oda. Panni néni meg leszitta a telefonálót, hogy az unokája minek pajtáskodik svédekkel. Így van. Ezerszer megmondtam, hogy azoknak a svédeknek a szeme se álljon. Aztán visszafeküdt aludni. Panni néni egy kicsit sóher. Igen, és gyűlölő vikingeket. Ez szeniális. Százszor megmondtam az unokámnak, hagyja azokat a húsgombos zaválókat. És lerakta a telefon. Ez nem új dolog, velünk már két éve próbálkoztak, és még csak ismerni se kell a családot, írja egy hallgató. Nekünk is felhívták egy idős sokonomat, így nem sokon múlt, hogy fizessem. Akkor ez egy bevett módszer. Rengetegen írják, hogy ezt csinálják. Ennek a durva változata az, írja egy hallgató, csatlakozva a svédeket kissé utáló idős hölgyhöz, amikor már azzal telefonálnak, hogy elrabolták a hozzátartozót, és váltságdíjat követelnek. Az így állítólag ilyen is van. Az izlandiak, igen. De azért az is kemény. És akkor nem hívott fel azért a hozzátartozót, hogy meg is mama megtetszik lenni. Hát igen, csak ott, ha befenyítenek, hogy nálam van a gyereked, és nem tudom. Figyeljetek, tehát, hogy az oké, persze a Mel Gibson az ne hívja föl meg hogy hívják a... De akkor ez Facebook? Tehát akkor ez tulajdonképpen nem más, mint a Facebook? Hogy megnézik a kapcsolataidat? Én nem tudom, nem fékuszozom, nem facebookozom, úgyhogy én nem tudom. Tehát, hogy ott megjelölöd a te nagyidat? Nagyid nincs fönt a Facebookon valószínűleg, nem? Simán tehát, össze lehet hozni, de simán. Simán van olyan, kideríted? Hogy így van, hogy a mama például felrak egy közös képet rólatok, az unokámmal, meg ahogy hívják. Hallgatok. Igen, csak azért azzal még nem jutsz el a nagyi telefonjához, meg a lakásához. Tehát azért ahhoz picit több kell. Egy csomó olyan celeb van, akiknek valamelyik hozzátartozója már megjelent a médiában valahol. Tehát, hogy vagy a tévében, vagy a rádióban hallottál róla, vagy a Facebookon, vagy újságban láttál róluk egy közös fotót, és azért ezek a szálak így előbb-utóbb összélek. Nem olyan nagy mutatvány így kideríteni, hogy kinek, aki csodálja. Aha. Plusz, ha nincs letiltva a telefonszámod, akkor a vonalas benne van a telefonkönyvben. Igen, az benne van. Onnantól kezdve minden megvan. Például, most várja, azon gondolkodom, hogy vajon Feriéket le tudnám egyúlni, hogyha zsivány lennék. Gyere, várlak szeretettel. Hát vonalas telefonmázi kevéssel jön van, nem? Bár nem. Van. De nagyon sokat lehet rólunk, és nagyon sokat lehet tudni, és szerintem megdöbbentő lenne az információ mennyiség, amit így rólunk egy kis aktába így össze lehetne, de személyes, privát dolgok. Simán. Úgyhogy ezek ijesztő. Nem szabad magas labdákat adni, ez a lényeg. Na, megnézzük akkor, hogy ki a játékos, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Apa, összetörtem a berendezést az oviban, utalj 300 ezret most, Benny. Írt a gyerek? Hát, de rendben. Hihetetlen. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok! Hello, Zoli! Igen, Zoli vagyok, sziasztok! Honnan hívsz minket? Nyíregyházáról. Nyíregyháza, mit dolgozol ott, mit csinált? Területi képviselő vagyok, kérlek szépen. Hoppá, milyen cég? Egy ilyen ajándéktermékekkel foglalkozó cégnél. Ezeket viszed, vagy ellenőrzöd, hogy kirakták rendesen? Nem, én viszem ki. Te viszed ki? Aha. Uh-huh. Ajándéktárgyak? Hát igen, mit én, bögre, tálca, plüss, hát ilyesmi. Aha.
ezeket kell kivinned különböző árusító helyekre, gondolom én, ugye? Így van, így van, így van. Feltölteni, megnézni, hogy kirakták-e. Te dolgoztál a területi képviselőt? Ehhez is ért. Most már is elkezdtem gyalakolni. Hát, tök jogos a kérdés. Nem, egyébként én nem dolgoztam területi képviselőként, csak vannak ismerőseim, akik sokat csinálnak. Aha, hasonló, aha. Hasonló munkakörben. Na, szokott menni, Óven bácsi, Beru néni? Szó, általában én 80%-ban szoktam találni. Az egészen jó arány. Mutatjuk, hogy mit csinálnak először, jó? Figyelj! Jó. Londonban vannak így valahol? Van, így van, katasztrófa turisták. Kimentek megnézni a romokat? Nagyon jó hangja van ennek a szélnek. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Még egyszer lehetne? Aha, igen, de csak egy ugyanilyen rövidet, jó? Figyelj! Igen, igen, igen. Jó. Ez eddig, ez, na hát ez eddig kiváló. Igen. Egész nap hallgatnál. Fia, ha nyomod még, akkor szinte már oda is adjuk. Tehát ha még énekelsz belőle egy kicsit. Ez külföldi, biztos. Igen. Na énekel, de még egyszer, hát ha úgy beugrik jobban. Gondolkodj hangosan. És régebbi. Igen. Ilyen rockos. Te most igen. Játszol velünk, azt hiszem. Pajkos vagy. Várjál. Már egy kis torzítót is beleraktál, nagyon jó. Most jöhet a szájdob. Úgy? Beatboxolni nem tudok. Nagyon jó vagy. Csak mondd ki, mert egyébként elbukod. Ó, nem már, nem már. Hát vagy nájnál lásd el az egész számot, és akkor elvisz. Mutassunk hosszabb részletet? Hát, egy picivel. Kivettük a bögrét, figyelj. De tudod, hát mit mutassak rajta? Hát persze, egyébként nagyon-nagyon nem tudunk mit mutatni, figyelj. De azért megmutatjuk, kivettük a bögrét. Na? Ezen nőttem fel. Hát ezt énekeltem én is. Na, mutatjuk, mi lett volna az eredeti. Jó. Figyelj, be fog ugrani szerintem, ha meghallod. Figyelj. Ezt kérem szépen a Black Sabbath. Aha. Hát ezt akarom, biztos tudta volna. Yes, de te is tudtad. Hát igen, tudtam, mert ismerős volt a dallam, de hát így. Én sajnos még fiatal vagyok ehhez a zenéhez. Hihetetlen. Black Sabbath, Richie Blackmore, Brian Gillen, David Page. Gyere, óriási zenészek, óriási zenészek. John Lord, ó, az a billentyű a John Lorddal. Soha nem értem hozzá a Deep Purple. Hát igen. Ez, Zoli, pedig jó volt, én azt hittem, hogy meg lesz, hát nem volt túl nehéz. Hát nem baj. Igazából örülök, hogy beszélhettem veletek, úgyhogy semmi oka az aggodalomra. Hát ha igen, már ez is boldogát, ez akkor mi is örülünk. Abszolút, abszolút. Köszönjük. Én köszönöm. Ciao, hello, hello. Szép napot, sziasztok. Szia. De kár érte. M3-os 183-os kilométernél Budapest felé gyülekeznek a lavinások. 5 autóval. Írja nekünk Attila. Köszönjük szépen, ez ebben a pillanatban jött. És M35 Debrecen előtt a 37-esnél Debrecen felé ezüst színű Skodában szintén trafiznak, ezt pedig Zsolti küldte nekünk. Valamint a Abdán az egyes úton személyautó teherrel ütközött, és most kezdődik a torlódás. Ott is nagy dugóra lehet számítani. És kamion a gyorsforgalmin a Felső csatári aluljárónál beszorult állítólag, alakul a dugó. Békés Csaba mezőtúr hatóságmentes, ez Lipi küldte nekünk, és Pannonhalmától Veszprém felé tejköd van, ködlámpát mindenki kapcsoljon föl, a 82-esen ez pedig Hege üzente. Magyar szövegére emlékeztek ennek a dalnak, egyszer megcsinálták? Nem. Nem? Azokat hogy utáltam? Kispiricsi falu végén. Ja, megvan. Folyik el a kanál is, csak nem énekelnék. Ja, nagyon jó. Szent Mihályon presszó lesz, meg ilyen szörnyűségek. Nagyon jó volt, és szerettem. Ha egyéb leszel kicsangyalom, te is meg. Anyád is. 6 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello minden Morning Show hallgatónak. Debrecen felé az M3-ason, az M35-ös leágazás előtti pihenőnél trafi mindkét oldalon. Ez Dolly küldte nekünk. És Budapest Gödöllő hibátlan, se hószitálás, se lavina. Gyuri küldte ezt az SMS-t.
Valamint most volt az utoléréses koccos baleset az Árpád hídon Buda felé a belső sávban. Hunor papa üzeni, úgyhogy ott is nagy dugóra lehet számítani. Valamint M3-as 183-as kilométerénél Budapest felé gyülekeznek a lavinások 5 autóval. Ugye sokat lavinázunk, ha valaki nem tudná. Ez a láncszerűen sorakozó trafipaxokat jelenti az utak mellett. Az országos lavina elindult a gyorshajtó kiszűrése érdekében. Ami tulajdonképpen ugye azt jelenti, hogy hát ilyen lavinaszerűen fölállították láncszerű sebességméréssel a gyorshajtó kiszűrését. Így van, Lavina 2013. Ez az akció fedő neve. Igen, ugye azért csinálják ezt, mert az általános tapasztalat az, hogy az autósok a sebességmérő elhagyása után, ha és amennyiben sikerült észrevenni, utána ismét rákapcsolnak, és újra gyorsabban hajtanak a megengedetnél. Így viszont egyet elhagysz, egybe belefutsz. Így van. Szerintetek tovább viszik ma jövőre? Lesz Lavina 2014, biztos. Vagy esetleg más nevet kapnak, például Domino 2014? Biztos, hogy lesz. Majd én Marokkó vagy. biztos, hogy lesz valami más nevem. Na, de találtam valamit. Találtam valamit, és azért erről érdemes beszélni, mert nekünk feladatunk a tájékoztatás. Feladatunk az, hogy kellő információval lássuk el azon hallgatóinkat, akik hallgatnak minket. Elkeveredett a cikk, vagy miért húzod? Hájkolom saját magam. Kormányrendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről. Ezt találtam. Mondom. Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőinek a bírságot, ha a sebesség túllépést megelőző, vagy az azt követő 10 percen belül megvalósult sebesség túllépés miatt kisebb összegű másik bírságot szabtak ki. Hopszi, hopszi. Aha. A sebesség szintén nem kell megfizetnie, a sebesség túllépés megelőző, vagy az azt következő 10 percen belül megvalósult sebesség túllépés miatt azonos, vagy nagyobb összegű másik bírságot szabtak ki, és a bírságot megfizette. Hát, de nem fizette meg. Csekket kapott. Sőt, azt se kapott, levelet kap. Ugye? Mert a jogszabály azt mondja, hogy ha már megfizetted a bírságot, nem fizetted. És a sebesség túllépés megelőző, vagy az azt következő 10 percen belül megvalósult sebesség túllépés miatt kisebb összegű másik bírságot szabtak ki. Ugye szabtak ki. Aha, az jó. Ugye? Szabtak ki. Mit találtam? Na várjál, hoppá. Megállítanak-e a lavinánál, a lavina első csapásánál megállítják, nem állítják. Nem. Ha megállítják, akkor föl tudják tartani 10 percig, onnantól kezdve. Tehát nem kell megfizetni a gépjármű üzemeltetőjének a bírságot, ha a sebesség túllépést megelőző, vagy az azt következő 10 percen belül megvalósult sebesség túllépés miatt kisebb összegű másik bírságot szabtak. De nem szabták ki még a bírságot. Dehogy. Tehát annak jogerőre kell emelkednie. Nem szabtak ki még bírságot akkor. Na de mire megkapod? Mire megkapod? Te mire? Már a következő, meg a harmadik sebességtúlépésed is megvalósult. Mert ez szerintem nem, mert csak te elkövetted. Bocsánat, nem elkövetted akkor a még dolgot. A nem szabták ki. Így van, ugye a Trafipax beküldi az adatot. 90-nel lehet menni, 120-szal mentél. Ennyit, akkor még csak ennyit tudunk. Hogy te mennyit fogsz ezért fizetni, azt akkor még nem tudod. Majd azt küldik Vas megyéből. Megérkezik Vas megyéből a csekk, és mondjuk ott van egy, hogy én az M3-oson a 182-es kilométernél mondjuk 45 ezeret fizessek be. Igen. És jön rá egy napra, hogy az M3-as 182-es 186-os kilométernél fizessek be 30 ezeret, ami kevesebb, mint az is 10 percen belül van, akkor azt ugyanúgy meg kell fizetnem? Nem. Mert itt azt írja, hogy a sebességtúllépést megelőző, vagy az azt következő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt kisebb összegű másik bírságot szabtak ki. Na most, ha te készhez kapod, akkor azt a bírságot már kiszabták. Tehát ha téged 45 ezer forintra büntetnek meg, értelmezésem szerint, a 182-es kilométernél, majd téged a 186-os kilométernél lefotóznak, és ott csak 30 ezerre büntetnek meg, akkor neked a nagyobb bírságot kell megfizetned, mert a kettő között nem telt el 10 perc. Aha. Tehát a lavina hadművelet az úgy áll föl, hogy nekik tartani kell a 10 perces időkorlátot? Érted, mit kérdezek? Tehát azért ez nem mindegy. Ez kormányrendeletben van benne. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről tartozó kormányrendelet. Tehát mi történik? Neked kiszabnak egy bírságot 45 ezerről. És kiszabják a másik bírságot is 5 perc múlva mondjuk 30 ezerről. Akkor a kettőt neked nem kell megfizetned, mert 10 percen belül történt, csak a nagyobbat. Aha.
És ha úgy rakják a trafit, hogy teljen el a 10 perc? Hát ezt kérdezem, hogy úgy rakják-e. Én csak azért mondom, hogy szerintem azért ezt jó tudni, hogy én nem a gyors hajtókat védem. Mert nem lenne. Miért nem? Hát mert 10 percet, tehát hogyha mondjuk 10 percet haladsz, egy tudom én 110-zel, 120-szal, vagy nem többel, mert hogy az a gyors hajtás, ugye mondjuk autópályán 130-nál többel haladsz 10 percet, aha, érted? Azért az nem kis távolság. Hát, tehát, hogy ott, hát már ott megvalósul ez a fajta fokozatosság. Meg hát két lehajtó közé kiszámolják, hogy melyik az, ami mondjuk 150-nel menve sem. Tehát nem tudsz lejönni addig a pályáról. Érted? Tehát van az egyes számú kihajtó, amögé beáll az első trafi, és azt mondja, hogy a következő lehajtót akkor éred csak el, ha 200-zal mész 10 perc alatt. És az összes többi autós 10 percig az autópályán. Hát, lesz. Szerintem meg jogerőre kell emelkedni ennek a bírságnak ahhoz, hogy ténylegesen várják, hogy ki van szabva. Akkor szabják ki, amikor jogerőre emelkedett. Azt is. Nem pedig, amikor elkövetted. Azt is írja, hogy csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírság összeg közötti különbséget kell megfizetni a gépjármű üzemeltetőjének. Ja. Elsőre 30-ra büntetnek, másodikra 45-re, akkor csak 15-öt kell kifizetni? Nem. Akkor neked el kell fizetned a 30-at, és meg kell fizetned a 15-öt. Aha, tehát a nagyobbnak az összege jön ki. Tehát ha a 10 percen belül téged megbüntetnek, akkor 30-45, a kisebbet kell befizetned, és a kettő közötti különbséget kell befizetned, tehát 30 plusz 15. Igen, ami 45 együtt, tehát mindig a nagyobb összeg. Ezeket jó tudni, szerintem. Jó. Nem? Hát figyeljetek, ez tuti, hogy ki van találva, hogy persze, ez ne így legyen. Nem baj. Mert egyébként dől, tehát egyébként nincs értelme a lavinának. Szerintem most azért egy csomó időt nyert a gyorshajtóknak Balázs ezzel, mert hogy a második meg a harmadik fokozat a lavinában most elbizonytalanodott. Az elsők azok teszik a dolgot, másoknak várja, de ezt meg kell hallgatnom, mert lehet, hogy lukra futottunk. Mit is mond a Balázs? Nem, hát csak kérdezem, hogyha 20 kilométerenként van kint a trafi. Aha. Na most én megyek mondjuk 145-tel, és a 20 kilométerenként trafiznak, és engem mondjuk 145-tel lefotóznak, akkor az 10 percen belül történt elvileg, mert 20 kilométert megteszek, a 145-tel megyek. Tehát jó, ha tudom, hogy azért van egy olyan összeg, hogy nem kell befizetnem, vagy van egy olyan kormányrendelet, hogy nem kell a 36 meg a 45-öt, mert nagy Isten, nem feltétlenül csak az megy gyorsan, aki bűnös, meg csak az megy, akinek pokol tüzén kell elégni, hanem mondjuk siet, vagy ne adj Isten, véletlen életében egyszer mondjuk elnézi, mert azért ilyen is van, de mondjuk egy 30 000-es meg egy 45 000-es büntetés az konkrétan hazavágja a családi költségvetést. Tehát azért nem minden gyorshajtót kell azonnal megölni, nem? És én nem ezt támogatom. Aha. És azt mondom, hogy igenis legyenek ilyen ellenőrzések. Én csak azoknak mondom, mondjuk, akiknek mondjuk nem biztos, hogy van lehetőség befizetni, hogy jó, ha tudják, hogy a kisebbet és a kettő közötti különbséget érdemes ezt a kormányrendeletet elolvasni az interneten, hogy erre ezzel mindenki tisztában legyen. Aha. Akkor lehet, hogy mégse pénzre megy, hanem megelőzésre. Szerintem a kettő együtt, azzal nincs baj. Nincs baj az, hogy ebből a központi költségvetésnek pénze van, miért ne legyen pénze, aki gyorsan megy, azt támogassa a központi költségvetés, de ha ezzel kimutathatóan statisztikailag kevesebb baleset van, akkor ezzel az ellenőrzés hulláma szerintem semmi baj. Tehát tök jó, sok rendőr van az úton, ez szerintem nincs baj. Ez Amerikában is így van. Tehát Amerikában nincs közúti ellenőrzés. Csak akkor, ha te gyorsan mész. Ha viszont megszeged a, nem tudom, 120 mérföld, vagy hogy van, mennyi emelt, 100-110 mérföld, nem tudom pontosan, abban a pillanatban kikapnak. Helikopterrel, nem szórakoznak. Csak úgy magadtól nem vesznek ki, tehát autózhatsz nyugodtan. Na mindegy. Érdekes. Csak ezt érdemes elolvasni, azért ezt az ember tudja. Ha 20-30 kilométerenként van a trafi. Na, egy amerikai tanulmánnyal szeretnék egy kicsit foglalkozni. És szeretném, ha némi, hát hogy is mondjam, tudással felvérteződnénk? Nem. Nem, hanem hogy kintenénk a világra. Hogy végre a kis szűk... Önkritikát gyakoroljatok, ezt akartam mondani, csak nem jutott. Közegükből kilessünk, kipillancsunk az univerzumban. Ahogy szoktam mondani, kispolgár létezéseteket egy egészen más tudati szintre emelje. Így van, a szürkeségbe egy kis szint is húzzalok, minden csetel, amit én adok a kezetekbe. A szürke csetlőbotló hétköznapjaitokban legyen valami kis fény így a nappalban is. Nem, kiderült. Kérlek, húzz fel a relux. Kiderült, hogy a kutatót megállapították, hogy egy amerikai átlag 3 perc alatt intézi el a szexet. Na, nyomorulta. Hét és... Na jó, itt vasig, na itt... Mire kell az a 3 perc, mi? 7 és 13 perc időtartamú szeretkezés kielégítő, 10 és 30 perces intim együttlét pedig a túl hosszú kategóriába tartozik már az amerikaiak szerint. A több mint 1500 pár bevonásával készült kutatás során arra a megállapításra jutottak,
hogy az átlagos időtartam 7,5 perc. Gyerekek. És hát itt most tudom, hogy jönnek majd, áramlanak majd az SMS-ek, hogy micsoda, hát nálunk másfél óra az előjáték, micsoda, mi minden második nap, fú, mint a nyulak, és aztán hajnak. De jó, hogy mondod. De legyünk teljesen őszintik. Ez az a téma, meg szerintem a gyereknevelés, amiben a legtöbb ember, ha az ismerősök, barátok kérdezik, akkor lódít. Hogy akkor meddig, kamuzik. Meddig tart és hányszor? Hogy meddig tart, hogy hányszor, és hogy egyébként a gyereknevelés az egyáltalán nem okoz problémát. Szívesen kelek éjszaka, nem megterhelő, az én gyerekem végalussza az éjszakát, sose vagyunk betegek, nem szeretnék antibiotikumot, és az én gyerekem a legjobb az óvodában. Című történet. Tehát ez a két nagy témakör van véleményem szerint, amiben az emberek 80%-a tuti, hogy kamuzik, nem? Mert rossz beismerni, ugye? Igen. Egyrészt nem ismered be, hogy nem szexelsz a pároddal, egyrészt nem ismered be, hogy a fél évente egy is rendszeres, nem ismered be, hogy egyébként, ha meg történik a dolog, akkor 4,5 perc alatt történik félig elfekvő fűrészpózban hátulról. félig elfekvő egymásnak valahogy kicsit így nem tudom, háttal fordítva a fűrészpózot. Az mit jelent, hogy a hogy lábad leír a kanapéról közben, hogy indulásra készen? Nem, hát a fűrész az, amikor az arcotok egy irányba néz, mind a ketten így fekszetek, a lány háta ér a te hasadhoz, ugye tulajdonképpen, és kicsit ilyen sréhen fekszetek az ágyban, az a fűrész. Nagyon tehát, amikor egy irányba néztek. Azt hittem a reszelést. Na, 7,5 perc. Mi van benne, azt tudjuk a felmérés szerint? Tehát ez csak maga a szex, vagy benne van a tusolás utána? Vacsora, igen. Vacsora, a levetkőzés. Az előjáték, a fölöltözés, hát a cigi. Bocsánat, tehát 7,5 perc, már mesztelenek vagy, és már eleje. És a híradó eleje, illetve a, nem tudom, a Ben Hur utolsó 12 perc. Igen, a kocsi verseny. Nem, maga a 7,5 perc az onnan történik, hogy... Már az aktus. Már maga az aktus, aha. Igen. Na most, ha előtte másfél óra az előjáték, figyeljetek, srácok, hogyha Mon érzi otthon, hogy eljött az ideje, akkor általában bekészít a szobába egy kis naftalint, és annyira molyolós típus vagyok. Ja, tudom, te vagy a csendes kisiparos, aki eltűnsz a paplan alatt, és teszed a dolgod, erre születtél, ezért vagy csendes kisiparosként dolgozol. Srácok, mi előtte még mindig szemezünk, és meghívom egy italra is. Kérsz egy pohár vizet, drágám. Kérsz egy pohár tejet. Kérsz egy pohár, nem tudom, laktózmentes tejet. Na, de nem értetek egyet ezzel, hogy a két témakörre van, az ember általában hazudik. Hazudnak az emberek, de, nem? De, veled vagyunk, ha ugye? Most mondta, Jani, nem 7,5 perc, hanem 7,5 óra nála. Hát, hogy ne hazudna a felmérés? 7,5 perc. Mit tökölnek tényleg ezek 7,5 percig? Ja, hogy sok mi? Mi fér bele ebbe a 7,5 percbe? Nézzük végig. 7,5 perc. Mire megbeszélitek, hogy legyen vagy ne legyen? 3 már elment, nem? Akarod? Nem. De miért nem akarod? De hát már nem működik. De hát nem érted, hogy fáradt vagy, de nem vagy az fáradt. Az a baj, hogy nem beszélik meg. Tessék? Hát már meg se beszélik. Tehát ebben nincs benne a beszélgetés, ha véletlenül van ez a 7. Honnan számoljunk időt? Bent vagyunk az ágyban? Vagy megérkezünk a lakásba, hát és szeretnénk a párunkat elvonszolni az ágyba? Mit számoljunk ebben mondjuk a 3 perc? Ez már az ágy. Tessék. Tényleg. Indítom az órát, 3 percet számolunk. Mit lehet csinálni 3 perc alatt, jó? Már egy. Most miért indítod? Egy. Legyen egy beszélgetés. Nem, a gatyámat nem kellett volna. Hát ha most a beszélgetés is benne van, akkor onnan indulunk, hogy elindítod az órát, szia drágám, megjöttem. De ne, legyen benne, már bent fekszünk az ágyba. Azért. Jó? Tessék. Ilyen gyorsan, Feri. Vázoljunk. Ilyen gondjai vannak egy időskor, hogy még, szia drágám, már megjöttem. Ne tereljetek. Szia drágám, az a baj, hogy már megjöttem. Már megjöttem, úgyhogy nekem már jó. Hogyha hagyjuk, akkor inkább. Hogy néz ki egy átlag magyar család estéje? Vázoljuk. Elindult az óra. Gyerekek alszanak. Ülnek bent 2 darab okos telefonnal. Máját, találkozások, fókusz. Na ez a baj. Látod? Ez a baj, látod? Az a sok tévéműsor, a népbutítás. Ülnek bent egy okos telefonnal a kezében mondjuk a férfi, egy kicsi női magazin a kezében a nő. Eltelt 18 másodperc, a nő ránéz a férfire. Már megint képeket nézeket szeneten, igen. Igen, már megint pornót nézel, Józsi. Nem, dehogy nézek pornót. Azt tudod, hogy 3 hónapja nem szexeltünk? Dehogy is, 2 hete szexeltünk, amikor anyádék elvitték a gyerekeket. Az nem 2 hete volt, 2 hónapja. Hogy áll az óra? 37 másodperc ment el. Nagyon jó. Mama tette egy reménytelen kísérletet arra, hogy legyen szex. Aha. Ugye? Jó, mi történik tovább? Ha, jó, mondjuk itt megváltozik. Hogy mama, ezzel 51 percet még hozzáadtál. Igen. Elment 1 perc. Papa kissé idegesen szabadul meg az okos telefonjától, mert masszívan függő. Jó, hát akkor leteszi oldalra, jó, akkor legyen. Kapcsold le a lámpát. Még nem etettem meg pót. Miért kapcsolja le a lámpát?
lámpát már sose csináljuk fényben. Minek neked az a fény? Minek neked a fény? Minek neked a fény? Menj rutinból. Fordulj oldalra. Miért forduljak oldalra? Már nem is csókolózunk? Nem? Megvannak ezek a nagy közhelyek, amiket... Jézus, te tényleg így látod a szexuális életét a magyaroknak? Abszolút. Abszolút. Teljesen, szerintem ez egy teljesen jó korkép. A nő ugye szereti az előjátékot, szereti, hogy érzelem van benne, szereti a férfi gyengéd. Ezek típusok. A nő az így van kódolva. De nem a férjével. De nem. A férfi hogy van kódolva a legtöbbször? Persze, nyilván a spontán szexet szereti. A férfi szeretne gyorsan túl lenni rajta, a férfi nem szereti annyira az előjátékot, tisztelet a kivételnek, a férfi már nem akar mondjuk 15 év után csókolózni, asszony kájával szeretné ezt egy gyors, 2 perces időintervallummal letudni. Nem így van? Mondjátok, a tévedek. Ez egy szomorú korkép, de hát ez ide jutnak az emberek egy idő után. Hát, nem? Elment 2 perc, megállítom az órát. Oké. Okay. Nézd, ha engem kérdezel a smár királyt, akkor... Igen, tudom, te egy friss eperkelyhet majszolsz mindig, és egy mangó kehely. A te ajkaid egy mangó kehely. Most te nem szeresz már csókolózni? Dehogy nem. Hát, ugye, hogy jó. Most mi? Most a magyar férfi nem szereti. Férjétes, most nem magunkról beszélünk, most egy sajátba. Egy képet próbálunk a hallottak alapján, az elmondottak alapján, a beszélgetések alapján vázolni, hogy mi a jelenlegi helyzet mondjuk egy 8-10-15 éve együtt élő párnál. Ez van. A férfi gyorsan, a nő érzelmesen szeretné ezt a dolgot. Tehát a legtöbb nőnek az a baja, hogy a férfi gyorsan túl akar lenni, nincs előjáték, nem? Nem foglalkozik eleget, csak dur bele, gyorsan legyünk túl. A nőnek pedig idő kell erre rákészülni. Hát ezek közhelyek, de ezek így vannak. De a nő nem fáradt, hogy dolgozik, van 2 gyerek, háztartás, és utána már ő sem nagyon akarja? Én nem hiszem, hogy nem. Tehát a nők akarják, pont abból a férfiak miatt nem megy Magyarországon a szex. Vagy akkor nem Magyarországon, átlagban a világban. Ne, ezt így nem lehet kijelenteni. Szerintem egy csomó nő van, akinek mondjuk a gyerekvállalás után nincs kedve, a pasi szeretné. Mire előkeresi az erotikus fejlemet az oknik mögül. 15 éve eltugott, hogy ez már úgyse kell. Tehát azt jelenti, hogy én szexuális körképem az maga a góbi sivatag, hát és a maga a naszka vonalak. nem. Jó, akkor te mindenki nézzen nagyon mélyen magába, és nézze át, hogy valójában mi az igazság. Na. Van-e abban valamit mondok? Tessék, eltelt 1,5 perc. A nő még mindig az előjátékon gondolkodik, a pasi már szinte csinálná, és tenné túl. Gyere, Feri, gyere velem, népesítsük be újra élettel Balázs Dedvéliét. De nem magamról beszélek. Hányszor hallottam, hogy nem beszélgettek nőkkel ti soha? Hogy az én férjem már nem ad az előjátékra, az én férjem gyorsan szeretni, az én férjem nem kényeztet elég, az én férjem ilyen vagy olyan. Ti csak olyan férfiakkal beszéltek, akiknek 40 perc csak hát, az előjáték, gondolom. Hát azért megkérdezné otthon a kedves anyám, hogy miért beszélgetek én nőkkel arról, hogy az ő, hogy nekik általában, hogy megy otthon. Hát nem tudom, hogy egy barátod feleségével például. Nem. Nem, de izgalmasan hangzik. Egyébként, hogyha engem feljogosítanak erre otthon, akkor én nagyon szívesen beszélgetek ezen túl elhanyagolt hölgyekkel arról, hogy egyébként náluk, hogy... De mi nem beszélgethet? Baráttal igen, de... Megvan a kép, hogy nézik a... Egy baráti társaságban, akiket 15 éve együtt járunk, és azt mondja nekem az egyik feleség, hogy figyelj, hát nem, most nem mondok nevet, hallod? Hát beszélj már velem, mert olyan töket le, hogy neki a szex az 3 perc, és abban a cigi is benne van. Hát persze, hát ha vagy egy ilyen baráti társaságból a nők is bejárnak, akkor miért ne beszélnél erről? Hát ez nem titok. Vagy barátokkal beszélgetsz. Léci, ha hallotok, most nyissatok felé. Tárjátok ki a lelketeket, kíváncsi vagyok a témára. Léci, ha hallotok, beszélgessetek velem ilyenről. A péntek esti horrorfilm nézés közben, hát hogy jön az oda? Hát mi, hogy vagy egy baráti társaságban, ahol az egyik elmondja, hogy mit tudom én, az ő felesége, mit tudom én, 4 éve nem akar, az ő felesége mióta gyereket vállalt azóta tök nyűgös, az ő felesége nymphomám, és minden este meg akarja erőszakolni, és egyszerűen nem bírja, és találjunk ki valamit. Hát ezeket barátként azért megbeszélitek, vagy ismerősként, nem? Ti csak horrorról beszéltek, meg nácoszról? Nem, a barátaimmal igen, de a feleségükkel nem. Én egy kicsit hiányolom a kapcsolatomból ezt a fajta nyitottságot, és őszintén irigyellek, hogy nálatok ez megvan. Hát ezt felismertem, hogy jövő héten pénteken akkor jelentkeztem. Hozz össze egy ilyen csapatépítés. Jó, 2 percnél vagyunk, csak mondom, megállítottam az órát. Honnan indíthatom újra? Hol tartunk? Mindenki azt mondta, hogy oké, mehet. Mindenki a szex. Mindenki azt mondta, hogy oké, mehet. Anya és apa villanyt lekapcsoltunk? Igen, le. Le, és már téped is a ruhát. Már téped a ruhát. Hát szeded le.
Minden! Hát, ugye, a gyerekek fürdenek például. Várj, a gyerekek fürdenek. Látnak magam előtt, béka, szájjal szeretném letépni rólad a farmert. Így van, hát a gyerekeket betettük a fürdőkádba, este izé, pancsi van. Tészezek ott vannak. De miért nem ágyból tettetek? Nem, igen, hát vigye, reggelre kiül a víz, kicsit legyugszanak, azt mehetnek az ágyba. Azért azt gondolom, 8 órát a fürdőkádban tölteni, hát azért az meglehetősen hosszú időintervallum. Hát tegyétek át őket az ágyba. De nem 8 óra, most mondtad, hogy 7 perc, vagy 3, vagy nekem nagyon tetszik, hogy így minden egyes lényeges elem benne van. Tehát téped le foggal. Foggal. Okay. Megy az óra? Megy az óra? Nem jó, megy az óra. Az óra indul, 1.56-nál, óra elindul. Téped foggal. Nem megy. Agyon gumírozták ezt a szart. Nem tudom ezt. Nincs agyon gumírozott. Inkább nézzünk meg egy filmet. Nem mond ilyet, senki nem mond ilyet. Már mesztelenek vagy. Jaj, a fogam kezén becsúszott ez a rohadt sejem. De nem bénázunk, jó, szexelünk. Órát 2.10-nél leállítottam, itt fogsejem van, az nem én. Oké. De egy percet maradt. Hát egy perc nem lehet csinálni 3 perc, hát szinte semmit. De szerepjátékos? Tényleg. De szerepjátékos? Nem, az nem kell beöltözni. Mert nekem ez nagyon tetszik, hogy letéped róla, és akkor még azt mondja, hogy adod vissza, te kis masztista! És akkor már igen, és akkor én már 4 kézláb állok a padlón, és ő húz a fogamnál fogva. Érted? Megvan az előjáték is. Nézd meg, szerepjáték. A gazdáját sétáltató kutya, vagy fordítva. Egy jó, női bugyival a szájában. Ez egy nagyon jó és egy nagyon szerencsés kimenetel, ahol két gyerek után, mit tudom, 10 éves együttlét után, még a béka rendőrjelmezbe, te mit tudom, nem tudom, jegyellenőrnek öltöző, megteszi a beöntést, és utána, tehát ezek még nagyon-nagyon jó, hát ez egy pozitív dolog, ez nagyon klassz. Most őrzővédő kiképzés van, és van egy masztifja, letépte róla a ruhát, most gyere ide a lábamhoz, gyere ide leülsz! Csóvál csak a farkad! Csóválom! És megnyalhatom el a lábad. Édes gazdám! Mi a kritikus idő, tessék? A kritikus idő? Igen. Már mire? Ja, amikor abban marad a szex? Amikor kihűl a víz a kádban a gyerekek körül. Igen. Igen, rám ült a víz. Kiesett a kacsa. Hozd vissza! Apa, miért van rajtad a nyakör? Miért van ilyen rohadt sötétben a szobában? Azért azt megnézném, hogy hány család csinálja valójában ezt a szerepjátékot. Azért egy bepillantást lehetne nyerni magyar hálószobákban, nem? Hogy azért ott mik történhetnek tényleg? Hallod, Soma, kaptunk egy kutyát, egy kis masztifot. Mi neki megyünk, biztos húgas! Igen, a kádban a két gyerek pedig megbeszélni. Rendes kutya, van a családban. Ja. De nem tudom, hány olyan igazgató van, aki mint 500 000 emberért felel, felelős beosztásban van, és otthon a felesége pórázon sétáltatja. Érted? Nem, mert azt mondják, hogy azok szeretik, ha büntetik őket, akik ugye hát felelősséggel tartoznak, sok embert irányítanak, és ugye hát nagyobb teher rajtuk. Azok általában egyébként alárendelt szerepet szeretnek játszani a szegben. Igen, és az ínyecek folyton nyakörvet rakhatnak föl magukra. Szerintem nem csodálkoznánk, hogy hány pasit vernek klumpával. Hány pasi popsisztatja el magát klumpával. Na jó, hol tartunk akkor? Tehát 2.20-nál? Hát én nekem már vége, nekem már jó volt. De már megvolt, igen. Nálatok már szomszédok is rágyújtottak, hát, akkora, akkora menet volt, igen. Ne, nekünk pont most ér össze a lábunk az asztal alatt. Igen, a virág már alszik, ti meg még ültök egy ertyafényes vacsoránál, és már lábcsöröztök. Mindig összejövünk előtte. Igen, van egy ilyen kis romantikus felvezetés a dolognak? Hát jó az, szerintem az a legtöbb pasiból egyébként hiányzik, ha te ezt a vonalat hozod, hogy légy büszke magadra, ez így egy jó van. Dolog. És akkor még hol van az, amikor letolom a melegítő nadrágot? Igen. És a kettleben súlyokat arrébb teszed a súlyokat, és leúzod a gumikesit, mert előbb még ablakot tisztítottál. Igen, lemosom a folyékony magnéziát a tenyeremről, és felpújítom a bőrkeményedését. És mindezt azzal, mi az a ultraderm, vagy mi az a mosószer? Az olajos kezedet lemosod az ultraderm, na azt mondja, gyere, most már én is tiszta vagyok. Nem, már márványboros tippel nyomom. Gyerekek. Na jó, rengeteg SMS kaptunk a témában. Jó? Hely fiúk, a műsor gyerekek is hallgatják. Miért hallgatják a gyerekek 8:30-kor a műsor? Mert őszi szünet van. Hol van őszi szünet? Az iskolákban. Igen. Legalább majd a gyerekek tudják, hogy mi az az ugatás a szobában. Nem kiskutya jött. Most tudjátok meg, hogy mi a jövőtök. Nem kiskutya jött ám, igen. Jó, várunk SMS-eket, jó? Mire akarjuk ezt most kifutatni? Tulajdonképpen ki a legnagyobb rekorder? Kinél mi a helyzet? Kinél van 3 perc, mint nálunk, és kinél van másfél óra, mint Janiéknál. Janiéknál másfél, csak hát az előjáték. Csak az előjáték, igen. SMS számunk 06-745-00-00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
3:09, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Most mit mondjunk a gyerekeseknek, mert hogy őszi szünet van? Hát, hogy kapcsolják ki a rádiót. Hogy a gyerekeim kaptak egy kis kutyát karácsonyra. Igen, egyébként. Persze, tehát most ez a témánk, hát ez szabadon választható. Hát akkor, ha gyerek van a rádió előtt, akkor nem minket hibáztassanak, hanem nyugodtan kapcsolják ki, majd holnap bekapcsolnak. Semmi gond. Persze, majd holnap bekapcsolnak. Ugye arról beszélgetünk, hogy visszakapcsolnak. Arról beszélgetünk, hogy átlagosan egy amerikai kutatás alapján 7,5 perc a pároknál az az idő, amit az együttlétet töltenek, és az se elég rendszeresen. És arról beszélgettünk, hogy kinél mennyi. Ahogy egyébként nyilván számítottam erre, felháborodott hangvételű SMS-ek, hogy tudom én ezt ilyen naturálisan vázolni, és hogy nem ez a helyzet, és például egy SMS, hogy 20 éve vannak együtt, de minden nap szexelnek, és a párja választhat a munka előtt, hogy vacsi vagy szex. Minden nap. Persze, ez ilyen is van, meg ez tök jó. Én csak azt mondtam, hogy szerintem, ha egy valódi körképet kapnánk arról, hogy a magyar emberek, és nem csak a magyar emberek, hanem azok, akik mondjuk 10, 15 vagy 20 éve élnek már együtt, és nem tartanak szeretőt, nem járnak el masszázszalonokba felfrissülni, akkor valójában szerintem sokkal szomorúbb lenne az a kép, amit az emberek ezen témában állítanak magukról. Mert hogy se maguknak, se a párjuknak, se az ismerőseknek, se a barátéknak valójában nem hiszem, hogy beismerik, hogy mondjuk havonta, két havonta, három havonta, vagy ne egy isten fél évente, vagy egy évente vannak már csak együtt a párjukkal, mert az a nem beismerés az olyan, mintha a nem is lenne. Tessék? Úristen, én ezt első tudom kérdezni, ez évente, ez nagyon durva hangzik. Hát lehet, hogy az már egyfajta szélsőség, de az, hogy 4-5 havonta ott egy, van az... nagy a gond. Tessék? Ott nagyon nagy a gond szerintem. Na de ez is egy jó kérdés, hogy gond-e, vagy hogy persze, nyilván én is azt gondolom, hogy egy kapcsolat működtetője az alapja véve a testi együttlét is. De mondjuk a 30 év vagytok együtt, és mondjuk nem tudom, 55 évesek vagytok, nem? És mondjuk külön szobában alszotok, mert úgy már jobban működik a kapcsolat, akkor nem biztos, hogy már az az elsődleges, vagy az a prioritás. Nem? Tehát ez nyilván korfüggő is persze, hogy az ember mikor, milyen átlagot húz. Ráadásul az 55 az nem is egy ilyen, nem is kor. Férfinél meg főleg nem. Nő, de a hölgyeknél sem. Persze. Ismerek olyan hölgyet. Ja. Na, hát na, esélye csak. Igen. Azt mondja, hogy egyik lány, nézzünk egy-két SMS-t, ami azért igazolja, hogy lehet ebben valami, amiről beszélek. Egyik lány ismerősöm mindig megkérdezi a férjét, hogy arra 2 percre levegyem a pizsoma felsőt. 20 év után feleződik a 3 perc, írja egy másik hallgató. Nálunk 3 órán át tart. 1 óra könyörgés, 1 óra kínlódás, 1 óra bocsánat kérés. Nagyon-nagyon jó, nagyon tetszik ez az SMS. Na de apa, miért kapcsoltad ki a Balázsékat? Feriéknek most lett új kiskutyájuk. Így 40 környékén kezd úgy működni, ha alul vagyok, fulladok, ha felül vagyok, szédülök, oldalról meg nem látom a tévét. Egy másik hallgató. Bali, nem mond tovább, mert ennyiből magunkra ismertünk, 10 éve vagyunk együtt. Bali, honnan ismered az asszonyt? Kérdezi egy másik SMS. Ti bekameráztátok a hálónkat? Kérdezi valaki. Nekem 1,5 hét győzködéssel együtt. Tehát hogy azért vannak ilyen SMS-ek is, igen. Sziasztok, tegnap megnéztem az X-es Krasznai Tünde videóját. Ő azért bírja 40 percig, írja. Írja Peti. Sziasztok, én már a rendszertelen nemi életnek is örülnék, írja. Csak valami legyen. Igen. Gyerek hallgatja az adást, majd közli velem. Milyen szülő vagy te, hogy engedett, hogy ezt hallgassam? Kérdezi valaki. Semmi csúnyát nem mondtunk. Egyébként semmi. Az ég egyet a világon semmit. Egy általános jelenségről beszéltünk. Igen, hogy ki sokszor, ki kevésbé, ki egyáltalán nincs együtt a párjával. Vajon, ha az emberek nem lódítanak, mi lehet a nagy magyar átlag? Nincs is annál jobb, mint a jól kidolgozott 5 perc a magam örömére. Minden másnap szexelünk a párommal. Húsvét másnap, karácsony másnap, írja, ugye ez egy nagy klasszikus. Nálunk 1,5 perc, de az asszony már oda se hívom. Ki az az idióta, aki az időt méri közben, kérdezi egy hallgató. Na hát ezek jöttek igazából az egyik oldalról. Drágám, ha végeztél, takarj be. Nagyon jó. Igen. Szerintem nekem nem kell 3 perc. Akarod? Persze, ha előtte megmasszírozol. Á, akkor inkább hagyjuk. Igen. Asszony, cseréljünk pozitúrát. Rendben, akkor már te mosogatsz, én pedig heverészek a kanapén, és vakarom a fenekem, írja valaki. Igen, drágám, ha végeztél, akkor takarj. Nagyon.
Én nagyon szexisen beöltöztem bőrbe, lakban, uram elé perdültem, aki döbbenten kérdezte, úristen, ez mennyibe került? De szép! Na ez a szex se tartott 3 percig, azóta elváltunk, puszi. Még 5 napunk van, 5 napom van szülésig, de a nevetéstől azt hiszem a fájások is megkezdődnek. Imádlak titeket, puszi Timi. Sírva rögtem végig az elmúlt perceket a Bocskai úton, vizuális alkat vagyok, körülöttem mindenki zavarodottan nézek, hogy mit rögök. Köszi srácok, írja Dorina. Nagyon szép kis kutya. A kutya. Egy gyönyörű, egy kis masztif, ahogy játszik. Wow. Na hallottátok? Mi van akkor az esetben, tételezzünk föl egy másik helyzetet, hogy mondjuk valakinek gyereke születik. És azt mondja, hogy ő például nem kívánja a szexet. Hol megengedhető a férfinek, hogy azt mondja, hogy próbálkozom 1 hónapig, próbálkozom 2 hónapig, próbálkozom 3 hónapig, de mondjuk a nőnek fölborul a hormonháztartása, vagy egyszerűen annyira fáradt, annyira stresszel, depressziós, szorong, bármi, nem az elsődleges gondja mondjuk a szex. Eltelik 1/2 év. Most csak vázolok élethelyzeteket, mert ilyenek vannak. Eltelik 1 év. És az asszonyka azt mondja, hogy ő nem köszöni. Neki valami eltört a szülés után, ő mondjuk nem akar szexelni. 1 évig vár a pasi, 1/2 évig vár, 1/2 év után mondhatja, hogy ő egyébként mindent megtett, és ha nincs más megoldás, akkor mondjuk félrelép? Vagy várnia kell akár 1 évet is totálisan szexmentesen, mert de nem is az asszony, mondjuk az egyik fél nem kívánja? Na? Hát ott szerintem, hogyha ennyire szexidegen lesz szülés után a nő, mert azért, hogy szépen fogalmazza. De nem csak szülés, mondjuk bármi. Az asszony egyszerűen azt mondja, hogy ő nem, most nem. És elutasítja a férjét, aki mondjuk 2 naponta közeledik. Vagy egy férj utasítja el a feleségét, akinek egy idő után elege lesz belőle. Hát ott azért baj van. Ott azért nagyon nagy baj van, mert mondjuk az első gyerek szülésére maximum vársz 8 évet. Érted? Tehát, vagy, de általában még hamarabb is megjönnek a házasság után. De legyen az. Tehát egy viszonylag friss házasságról beszélünk, ha ott egy férfi azt mondja, hogy nem kívánlak, azt mondja, hogy ott nagyon jó, nagy de van. Mondjuk a együtt nő, vannak 10 éve. A nőnél a szülés után lehet ilyen, de szerintem, hogy szépen fogalmazzak a gyerekekre való tekintete, alternatív megoldásokkal át lehet hidalni ezt az időszakot, amíg a konkrét aktus nem következik be. Érted? Hogy bűnös az a nő, vagy az a férfi, aki mondjuk 1 év után, mikor semmiféle visszajelzést nem kap a párjától, abszolút hideg elutasítás van az ágyban, az 1/2 év után, vagy 1 év után azt mondja, hogy jó, hát akkor ő most ezt megpróbálja megoldani, bár szereti a férjét, vagy szereti a feleségét, de mivel nem hajlandó, és nem akar, és ő ezt nem kívánja, azt mondja, hogy akkor félrelép, de megtett mindent abban az elmúlt 1/2 évben, vagy 1 évben. Ilyen eseteket is hallani, hogy az egyik félnél valami eltörik, és 1 éve nem volt semmi. És még mindig férj és feleség, és még mióta nem szexeltetek, 8 hónapja. Na? Hát az kemény. Azért az kemény, nem? Ezt meg kell beszélniük egymással ezt a történetet, aztán szépen lassan így újra visszatalálni a helyes útra. Meg szakember. Én mindig azt mondom, hogy te is szoktál mondani, hogy nem baj az, ha valaki elmegy pszichológushoz, de előbb ti ketten próbáljátok meg megoldani, beszélgetni kell róla, mert oka van. Így van. Tehát a férfinak el kell fogadnia. Igen. Ezt elsősorban ugye a hölgyeknél szokott ilyenkor lenni, az, hogy egy picit távolságtartabbá válnak, vagy tartózkodnak a szextől, de hát ilyenkor szerintem nekik is azért megengedni. Igen, mondjuk a szülés lenniük után az egy érzékeny fázis, akkor nézzünk egy általánosabb helyzetet, mondjuk a nő 1 éve nem kívánja. Vagy mondjuk a férfi nem kívánja, de nem akarnak elválni. Mi a megengedhető időintervallum? 1/2 év, 8 hónap? Most ez ebben a pillanatban jött, 1,5 hónapja könyörgök, 5 hónapos a babánk, megérthető, de meddig, írja egy hallgató. Ugye, hogy azért nagyon sok élethelyzet van. 1,5 hónap szerintem az még nem is egy hosszú idő. Egyébként nem. Hát a szülés után, amíg már szülés után 5 hónappal azért. Nézd, tehát hogy ilyenkor sokkal érzékeny, tehát hogy nyilván ezt nem kell magyar, azért sokkal érzékenyebb testileg is a nő, tehát hogy azért ez oké, nagyon engedjük nehéz. El a szülést. Engedjük el a szülést. Nézzük meg azt, hogy egy nő nem fekszik le a férjével 6 hónapon keresztül, és a férj úgy dönt, hogy félrelép. Bűnös ez a férfi? Bűnös ez a nő? Csak kérdezem. Nem. 6 hónap. Ja, félrelép is kérdezed? Igen. Ja, azt hittem, hogy csak a 6 hónapot, mert még a 6 hónapot egy nő önértékelése 6 hónap elutasítás után darabokra törik. Persze, ha az a nő elmegy, maradjál, Júli, mondjad, a nő elmegy, és valahol máshol keresi a boldogságot, akkor szerintem az a nő nem bűnös, mert 6 hónap elküldés után, 6 hónap
szexmentes éjszaka után, amikor a nő mondjuk minden másik este bepróbálkozott, darabokra törik az önértékelése. Ha ő ezt megpróbálja valahol máshol például behozni, az nem gondolnám, hogy tehet arról, ha hogy ő megcsalja a férjét. Azért, hogy ezt a problémát orvosolják, akkor még akár alá is írom, amit mondasz. De hát a félrelépés az mindenképpen bűn. De a félrelépés akkor is bűn, ha mondjuk a nő minden második este megkérdezi, hogy miért nem szexelünk, mert nem kívánok. De miért? Törik össze az önbizalma, esik össze az önbecsülés. És azt mondja, jön egy pasi, és azt mondja, hogy te szép vagy, te csinos vagy, te jó nő vagy. És olyat mond, amit te már nem gondolsz magadról, mert otthon megsemmisültél, és mondjuk félrelépsz. De te előtte fél évig mindent megtettél. Na, ha mindent megtettél, akkor viszont a kapcsolatnak kb. Annyi. Hát tehát egyébként annyi. Mondja, Gyuri. Hárman vagyunk kincsajok, mind a hárman. Hallom, folyam, megőrülök, annyit beszéltek, most akarom becsukni az ajtót, mert megőrülök. Igen, ti is hárman, mi is hárman. és olyan nincs, hogy egy nő azt mondja a szülés után fél évig, hogy bocsáss meg, de nem. De miért nincs? Mert ilyen nincsen. De miért? Mert hozzámentél feleségül, és azt nem csinálom, hogy bejött a képbe egy másik ember, akkor őt félrerakom. Hát ez nem így működik. Ez nem lehet csinálni. Általában nem jön már, tehát szülés után fél évvel nem másik ember miatt nincs. Hát a gyerek miatt mondja, hogy bejött egy másik ember, igen. Hogy a gyerek miatt. Tehát akkor, amikor én hazajöttem a kórházból, azt lehet, hogy nem mondd el. Ez már durván hazul ez a sztori. Maradjunk egy a felszínen, nem menjünk azért olyan nagyon mélyre. Először hittem, nem raktam ezért ki a harmadik nőt, de látom itt a Tibi. És akár van hozzá kedve, akár nincs, azokat lehet teljesíteni. És tudom, hogy ezen, hogy is mondjam, tehát ezeken... A szülés után szerintem ez egy érzékeny dolog, egy szülés után egy fél évig egy nő azt mondja, hogy nem, azt a Palinak igenis kötelessége megvárni. Mert egy szülés után a nő lehet depressziós, egy szülés után a nő az lehet olyan dolgokat, olyan hormonális változás, egy csomó minden. Szerintem meg azt gondolom, fél év rohadt sok idő. Azaz. Na de hát egy csomó olyan trauma érhet, amire te nem voltál felkészülve, lehet stressz. Miért, Balázs, neked fél évig azt mondja a feleséged, hogy nem, akkor te... Úgy megverem, mint a lovat. De ez álszentség, nem viccelj, mert ez tök jól hangzik, hogy persze kibírom a fél évet. És nem, én azt mondom, hogy a gyerekvállalásnál az egy érte. Tehát a gyerekvállalásnál igenis kell egy bizonyos időintervallumig tolerálnod, mert egy olyan dolog megy végbe a nőben, amit nem feltétlen tudsz megérteni, nem feltétlen tudod úgy analizálni, nem feltétlen tudsz rá felkészülni. Hát gondolj már vissza, mi volt fél évvel ezelőtt. Fél évvel ezelőtt. Fél évig ősz és malmozol az ágy szélén. Szerintem az nem szép. Így hívjátok, igen. Nem fél bele. Aha. És egyébként meg van egy jó, és egy normál párkapcsolat? Abba se? Nem fér bele fél év. Egy egészséges párkapcsolatban nem fér bele fél év. Ott valami iszonyú nagy gigszer van, hogyha fél évig egy nő vagy egy férfi nem keresi a másikat, ott az gigszer, persze. Tehát én csak azt mondom, tovább. Hogy hol jön az a pont, ahol mondjuk valaki azt mondhatja, hogy köszöni szépen, ő akkor nem vár tovább. Bár szereti a férjét vagy a feleségét, de félrelép, mert otthon elutasítják. Nem, fél év az szerintem nem fér bele. És hogyha te meg akarod menteni a házasságodat, akkor igenis teszel érte, még akkor is, hogyha nincsen kedved. Hát, vagy becsinázod. Ja, igen. Nem? Nem. Hát most, hogy oldjam ezt a kis... A szülés az nem mentség. Szülés az nem? De érdekes. Meg nem kell rögtön a maxra gondolni. Tehát, hogy tudom, csúszkamasszás. Nem, hát hogy a hölgynek is engedékeny nem kell lenni, de akkor nem kell mindebbe belemenni, érted? Nem kell kiállni a kocsival ahhoz, hogy érted, hogy bíbelőfesül a díszlécekkel. Igen. Nem kell egyből felvakszolni a lécet, ha síelni akarsz. Igen. Nem kell egyből kihúzni a vitorlát, ha siklani akarsz. Igen. Szeretem ezeket a hasonlatokat. Szia Balázs, ez az elutasítás nálunk van. Én teljesen kész vagyok. Két éve tart a dolog, de nem tudnék félrelépni. Amúgy totál depressziós lettem emiatt. Ugye nem tudjuk, hogy nő vagy férfi írta. Na itt jön el a szakember. Tehát amit a Feri is mondott, hogy tényleg két év után azért már szerintem érdemes lenne együtt elmenni valamilyen szakemberhez, és akkor beszélgetni, mert hogyha ketten nem tudtátok ezt a problémát megoldani, két év azért nagyon hosszú idő. Ott azért valószínűleg beszélgethettetek sokat itt. Már erről hát a dologról. Ha beszélgetek, ha beszélgetek, mert az nagyon fontos ám, hogy hagyják az emberek elhúzódni a problémát. Tudod, azt mondod, hogy jaj, most nem. Még nem. Hát szembenézni vele sokkal nehezebb, mint elnapolni. A barátnőm imádja a férjét, de már 5 éve nem szexelnek. 5 éve. Hát ott az imádja, az és 5 éve. De akkor nem, a fiúk miatt viszont még nem akarja elhagyni, de Judit. Tehát 5 éve. Az rettentő hosszú. Hát most a kettőnél azt mondtam, hogy hosszú volt az 5 év. Mert vele már nem kívánja. Mondjuk azt sem értem, hogy imádja a férjét, ha közben nem kívánja a szexet vele, nem? Hát mint barát lehet, hogy tök jó. Jó. Meg tudnak beszélni mindent. Valami eltört. Na jó van. Érdekes téma szerintem. 6 hónap után vége van a kapcsolatnak, pont így valaki ezt. Oké, hármasugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, fiúk, sziasztok! Hello, Dávid! Dávid.
Dávid, ó, többen vagytok, hallom. Igen, igen. Öten. Öten vagytok. Mit csináltok? Szerszámkészítő cég vagyunk. Szerszám. Szigetszen Miklóson. Jó, mi a Nimének a kérdése? A első kettő, illető, a harmadik az egy picit. Az gyilkos halál. Az gyilkos? Az maga a halál. Na megnézzük. Mehetünk? Mehetünk, persze. Így szól az első kérdés dedikált Egér alátétért. Milyen háromszögre vonatkozik a Pitagorasz tétel? Mehetünk tovább? Mehetünk, mehetünk. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért, vagy... Amit találunk. Amit találunk. Melyik Magyarország legkeletebbre fekvő megyeszékhelye? Itt vagytok? Nyíregyháza? Így van, Nyíregyháza. Jó van. Egy hajszál választott el benneteket. Súgtak, súgtak, úgyhogy... Na. Na, jöhet az utolsó? Jó, belemegyünk? Persze, mehet az utolsó. Így szól a harmadik kérdés dedikált Bögréért. Hány járólába van egy skorpiónak? Járó. Hat. Aminkább nyolc. Nyolc. Hát akkor bumbozunk egy nagyot. Ez a beszéd. Bumbozunk. Jó. Mehetünk? Jó. Mehet. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Hosszú indítás volt. Jó volt. Minden, mekkora boom volt ez. Ó, és miért csobban? Halló. Nálam is. Ha hallod? Nálam is. Nálam is? Majd kiveri a szemem. Feri? Abszolút, megvan. Ez volt. Hát villog a boom, a kutya fáját. Hát akkor küldjünk el a csomagot. Királyság, köszönjük szépen. Ne nekünk, hát a boom szoftvernek. A boom szoftvernek, jó. Ez okay. A technika. Igen. Köszönjük, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönjük, sziasztok. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 3 hónapja nem adott a szoftver. És pont egy ilyen szürke, kicsit nyomorúságos kedreggelen. 3 hónapja már neki se volt jó. Igen, 3 hónapja már neki se volt jó. 1 perc múlva 9 óra jönnek a hírek, aztán kaszatívvel folytatjuk. 9 óra múlva 12 perc, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ha az ellenőrzés és a trafi tart, zúdul a lavina, Görbeházi pihenőnél is van, valamint az M3-oson Budapest felé a 18-as kilométernél a pihenőnél egy sötét Suzuki-ból mérnek. Ezt Kalandor írta nekünk. Derecske és Berettyóújfalu között a szokott helyen szintén van egy trafink, a 47-esen, üzeni Gabesz és Farád belterületén szintén folyik a lavina. Na. Igen, elküldte egy hallgató, van egy iszonyatosan jó film, ugye egy Julia gyerekvállalásról beszélt meg itt az utolsó pillanatomon, egy francia rendezőtől, nagyon szeretem a filmjét egyébként, az a film cím, hogy a legszebb dolog, baromi jó film. Ez a Rémi Bezánkónak az egyik filmje, az utolsó előtti. Nagyon jó filmeket csinál, mindig kapcsolatokat elemez, vázol, hihetetlen. Itt arról szól, hogy két fiatal, aki egymásba szeret, mi történik a szerelmük idején, majd megérkezik a gyerek, és utána az milyen hatással van egy jól működő, erős szerelmi szálak által összeköttetett kapcsolatra. Aha. Tehát ki szeretne gyereket vállalni, vagy vállalt, vagy úgy érzi, hogy kicsit ez a dolog most nem megy neki, vagy nehéz, akkor ezt a filmet tessék megnézni. A legszebb dolog az a címe. Szenzációs. Két ember meg egy gyerek. Ennyi szereplője van szinte az egész filmnek. Akkor nem a mi filmünk gyerekkel. Két gyerekkel, ti már ezen túl vagytok. Nagyon-nagyon jó. Én imádom a francia filmeket. Hihetetlenül jó film. Hihetetlenül jó film. Na, van eredményünk gyűrű ügyben? Hát még nem tudom, hogy van eredményünk. Ugye reggel behoztam nektek az új kígyósért. A pöcsétgyűrűmet. Egyébként mondanám, hogy az új kígyósiak nem olyanok, tudod, hogy, mert ti azt mondtátok, hogy ez nem arany. Nem, a feltételezést ki jó, most már ma azért reggel még nem volt annyira biztos benne. Dehogy nem. Én akkor is tudtam, hogy ez akkor arany. Ilyen, na, igazi arany. Zsákos Feri. Zsákos Feri. Bici Béla ötvös mester itt van velünk. Hello. Jó napot kívánok. Hihetetlen egy gyűrű mind felett, de hogy mennyire meghatározta ez a reggeli témánkat, ugye? Igen, hallgattam reggel az adást, és tökéletes, hogy bejöttél, köszönjük. Voltam, hogy ilyeneket csinálnának-e hivatalosan, de biztos, hogy nem, szóval. De azért megnéztük, megvizsgáltuk a gyűrűt. Kicsit megreszelted, vagy mit csináltál? Megreszeltük, hogy nem-e felületi aranyozás van a gyűrűn, de nem. Úgyhogy mindenféle ellenőrzést végrehajtottunk, és találtunk fémjelet is.
Na, benne van a C betűben, amit nem látunk szabad szemmel, igen. És mi volt az a cucc, amit rácsöpögtettél? Ez egy salétromsav vegyület, ami az aranynak a szétmarja tulajdonképpen a felületét, és megállapítjuk a szelszíneződésből, hogy milyen hány karátos aranyunk van. Még azt is tudod, a színből megállapított a karátot? Igen, igen. Elszíneződés minőségétől függ, hogy hány karátos az arany. Ne kezd el, Bazsú, hogy ez egy karátos. Ez most barnára színeződött el, ez teljesen 14 karátos szín. Adott nekünk vissza. Ne csapják a mutatóidat valahol egy buliban. Nagyon, nagyon mutogató. Nem lehet fordani, ez a szekrénybe, otthon a vitrínben van külön két spotlámpával megirányítva. Ja, igen, igen, közvetlen a porcelán ugró tigris mellett, nem? Igen, igen, amit még a nagymamámtól kaptam az első szavaló versenyemért. A libaőrző lány porcelán figura mögött. Na, de akkor tényleg vigyázz rá, hát akkor ez egy nagy dolog. Hát persze, hogy vigyázz rá. Egyébként is vigyáztam volna arra, de nyilván arany. Na, ennyi. Jól van. Akkor tényleg ne legyen megint olyan, mint a múltkor, amikor a büféből vittem utána. mennyit ér egy ilyen gyűrű? Mennyi hát tudom most? Most már csak tört aranyáról lehet használni. De ennek eszmei értéke van. Most, hogy megveszed? Nem csak, hogy megveszettem, hanem sajnos ez már ilyen eladási szinten nem működik, csak tört arany szinten. De miért? Hát a világpiac már nem foglalkozik fazonárakkal tulajdonképpen, csak tört aranyára. Fazonár csak boltba újonnan lehet vásárolni, és ennyi. Ahogy már kikerül a boltból, már tört aranyként számít. Ez 3 millió forint minimum az eszmei értéke. Mondom, hogy lecsapják az ujjadat, hogy vigyázzál, nem mondja nekem, egy buliba elmész, úgy levágják a mutatójadat, mint a húzat. Béla, nagyon drága vagy, hogy bejöttél, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Vissza is csinálod, vagy oldja meg a Feri? Vissza is hozom, és megcsiszolnak. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere. Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President. Tibi. 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 Kakakasza Tibi. Kassa Tibi, Tibi baba. Gyere ide. Bocsánat, Tibi babát mondtál? Aha. Tibi baba. Márna szörpötön Tibi a popsidra. Kicsit elvitt benneteket a téma, nem srácok? Ne. Rajta maradtatok egy kicsit ezen a fickós dolgon? Bocsánat, én ezt konkrétan a Spektrumon láttam egy börtönökről szóló dokumentumfilmben. Márna szörpötön Tibi egymásra. Szintiszta tudomány, teljesen exakt, Amerika a legdurvább börtönök. Ez volt egy ilyen összetett Discovery, nem tudom. Honnan szereznek Márna szörpöt egy durva börtönbe? A legdurvább börtönök. Vagy a legélhetetlenebb börtönök, vagy nem tudom, börtönlázadások, nem tudom, és ez vagy egy dél-amerikai, vagy egy amerikai börtön volt, ahol elmondta, hogy hát akkor ők azért úgy, ha ketten vannak, és vagy hosszú az éjszaka, akkor Málna szörpökével turbosítják, és akkor bizonyos helyekre Málna szörpöt kell önteni. Hát nem mindegy, ezt mondom, egy ismeret terjesztő csatornán volt. Jani, honnan szeretnéd lenyalogatni, mikor magamra öntem? Nem kell ennyire mélyen belemenni, csak mondtam, hogy ez egy ismeretterjesztő csatorna volt. Ez egy teljes spektrum. Azt hinnéd, hogy mindig tigrisek támadnak meg, nem tudom, gazellákat. Hát ott vannak ilyen mély értelmű mondani valók is. A kultúra és a tudomány világa. Többet kéne tévéznem. Találtam nektek egy termékcsaládot, ami azt gondolom, hogy egyértelműen a személyi kultuszom erősödését jelzi. Mennyit nyomultok hiperekbe, vásároltok, vagy inkább a cselédet külditek ki, mint a reklámba, vagy a nem tudom, a lakályt, vagy nem tudom. Ja, mint abban a reklámot, a háztartási cseléd. hogy mennyivel nehezebb, most már nincsen cseléd, régen a cselédet küldték a boltba. Vásároltok mindannyian, ugye? Tehát egy hiperekben kószátok. Én a piacban hiszek, de van, amiért bemegyek. Találkoztatok már ilyen hülye termékkiírásokkal, amik mostanában egyre több van? Tehát szerintem van egy ilyen külön humorfelelős a hiperekben. Ilyeneket találtam. Ez konkrét termék egyébként, egy hipernek a saját terméke, egy ásványvíz, amit úgy árulnak, hogy fröcshöz való víz. Jó ide. Találkoztok vele? Nem. Na, ezt én nem ismerem. Rá van írva, hogy fröcshöz való víz, és azt kimondtam, benne van az adagolás, hogy milyen fröcs, ilyen lépés, olyan lépés. Nagyon jó. Egyébként a fröcs kultúra az ugye dübörög, most már olyan 5 évvel ezelőtt elkezdődött, szerintem nagyszerűen megtálták a piaci részt, bár rendes ember szódával csinál fröccsöt. Igen, hát ezt kérdezni akartam, hogy annak van valami jelentőség, hát a szóda, nem? A szóda az igazi, a szóda az igazi. Na de most már itt a jó fröccsvíz. A jó fröccsvízet meg tudod venni, de nem is az a lényeg.
Ugye a nevemmel azonos csokoládéval nyilván találkoztatok már, igaz? Így van, Laci. Laci, igen, a Laci csoki. Na, melyik de most volt? A nevemmel azonos csokoládé? Tudom, nem, tudom. A nem, igen, a kaszaszeletet. A kaszanugát. De most van egy új dolog, és ez egy konkrétan így van felvezetve az árcédulára. A következő, és ez így már akkor nem reklám, így mondhatom. Tibi ízű csokoládé. Gyerekek. Aha, tehát nem a... Hát mi ez, ha nem a személyi kultusz elszabadulása, a Tibi ízű csokoládé. De honnan tudják a termékfejlesztők, hogy neked milyen az? Na, ezt akartam az mondani, ugye? Mi a fanyar? Volt merítés. Most ti ugye itt ültök mellettem, itt egymás mellett ülünk, ugye most már lassan 4 éve, soha nem jutott eszetekbe, hogy egyszer megkóstoljatok, igaz Balázs? Pedig itt ülsz gyakorlatilag a Tibi ízű csokoládé mellett gyakorlatilag egy karnyújtásnyira. És... gyakorlatilag azt megérhetem, hogy nem fogod összekenni magad, mert ez csak a szádban olvad. Jó, ajaj. Akarsz egy harapást? Tehát meg akarod nézni, milyen a TV ízű csokoládé? Egy picit, mert azért mégis ez egy exkluzív termék. Mi tehát, hoztál, vagy? Hát nem, hát nyújtom a jobb kezemet, lefetyelj, mint egy szomjas kiskutya. Jó is. Nem? Nem érzed? Nem akarom megkóstolni. Hát ha így azt hittem, hogy behoztad, mert akkor megkóstolnánk. Vajon a Tibi eredeti Tibi gyártója tud arról, hogy van Tibi ízű? Akkor azt hamisítják? Ne. Nem szerintem, ez az igazi van a kapuciner, és van a kapuciner ízű. Mit tudom, és a kapuciner ízű, akkor az a kapucinert hamisítja? Nem, vagy Milka ízű? És akkor az a Milka tud-e arról, hogy a Milkát hamisítják, érted? De nem, ez egyértelműen az én személyi kultuszomnak szól, mert rá volt írva, utána elolvastam az aján, hogy nyomokban Tibit tartalmaz. Tehát, hogy szólja a legjások, figyelj. Igen. Melyikünknek lehet egyébként a leg... Tehát, hogy melyikünkből lehetne még csokoládét csinálni? Vagy miből, kiből mit lehetne? Ez egy jó Balázs Roládot, azért sokan elnyomolnának. Balázs Rolád? Egy Balázs Rolád. Vagy egy János krémes. Hát, hogyha az én... De most ne gyere a Feri kolbászával. Nagyon szépen kérlek. Ja, egy jó Feri krinolin. Jó, de nem a Tibi ízű csokoládé és a személyi kultusz, ami ilyen tényképpen magasra repül, és az, ami ma böki a csőrömet. Hálam a jó. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kasza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kasza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kasza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztatok-e már, de lehet, hogy igen. És Jani, attól függetlenül, hogy te nem vezetsz, szerintem téged is érinteni fog. Szépen mész, haladsz egyenesen, van a normál piros, sárga, zöld közlekedési lámpa, és van rajta egy kiegészítő, jobbra kanyarodó zöld. Mész, szépen haladsz felé, világít zölden, majd egyszer csak, amikor ő úgy gondolja, kialszik, te meg átgangolsz rajta. Mert semmi nem figyelmeztet rá, hogy ki fog aludni. Tehát, hogy futottatok már bele? Tehát, hogy mentél már át rajta, hogy kialudsz, azt mondtad, hogy rohagy meg, és ma reggel, én a Szegedéről, ahogy reggel fordulok rá, hogy a körút felé vezető út, nem tudom mi a neve, ott van ez a jobbos. Ha még én láttam, hogy a zöld volt, kialudt, én úgy megyek, mint a húzat. Igen, mert ha kialszik, akkor utána az is zöldet kap, aki mögötted áll, és nem fordul jobbra. Nem feltétlenül, ott úgy van, hogy ugye piros a lámpa, van a zöld jobbra kiegészítő. Nyomod, befordulnál, az egyszer csak elalszik. Igen, de csak utána egy pár másodperc, van egy 5 másodperc, amikor te már indulhatsz. Az még csak piros. Nem, nálunk. Ott csak a váltás miatt alszik el, az egy tök béna dolog. Tudom, de nem, nálunk úgy van, hogy elalszik ez a zöld jobbra, és te piros maradsz az egyenesen menő, és jönnek neked balról. Az fura. A legtöbb ilyen úgy van, hogy van a zöld, ami jobbra világít, az elalszik, és rá 2-3 másodperc múlva váltott, sárga, zöld, és magyarul van 3 másodperc, amíg rohadt nagy pirosan fogsz átmenni. Így tehát van. Pont erről beszélek, hogy mész neki, és ahogy te is mondod, én is így szoktam rajta átmenni, hogy jó, ha megkérdezik, amikor utoljára oda néztem, még zöld volt, na de hát ez alapján egyébként ott téged rohadtul megbüntetnek, nem? Így, ahogy mondod, ott az a pirosban való áthaladás miatt. És hát az nem jutott eszébe semmi okosnak, hogy az legalább számoljon vissza, vagy villanjon már 2 nyomorúságosat, mielőtt elalszik, nem? Tehát, hogy azt mondom, hogy hogyan magyarázom, hogy átmegyek rajta, azt mondom, hogy én úgy láttam, ő úgy látta. Most ennyire, akkor odaültetnek valakit, ott nyomogatja, néha zöld, néha nem zöld, azt akkor büntetgetnek reggeltől estig, vagy mi? Igen, ahogy mondod, ezt pontosan meg lehet tenni. Na? Jogos. Melyik legyen? Villogó vagy visszaszámláló? Mit szavazunk meg magunknak? A visszaszámláló az egyébként is jó, egy csomó vidéki városban, Pesten nem nagyon divat. Megy egy piros szám, hogy 57-56 másodperceket mutat, hogy akkor lesz majd zöld. Itt meg akkor legyen egy fordít, vagy addig zöld.
Nekem megfelel ez is, megfelel a három villanás is, csak hogy ez annyira nyomorúságos megoldás, hogy ebben nem szeretnék nagyon belemenni. Amerikában például nincs is ilyen jobbra kanyarodás. Úgy vannak kialakítva a kereszteződések, hogy egyből jobbra mindig mehetsz. Tehát jobbra kis hívben mindig fordulhatsz. Tehát ha benézel balról, nem igen, jön semmi. Igen, benézel balról, semmi nem jön semmi. Akkor legyen ez. Fordulhatsz. Tehát mostantól mindenki menjen jobbra, amikor akar. Ezt nem értik, úgy van meg, hogy van egy jobbra forduló sáv, és balról jöhetnek. Tehát, és tök jól működik a dolog, senki nem törje össze magát, tehát te jobbra fordulsz kis hívbe, balról látod, hogy nem jön senki, mehetsz nyugodtan. Ez jól működik. Jó, döntsük, akkor hozzuk meg az ítéletet, hogyha kérhetem. Nálam hármas számú csörbök, és tehát abszolút jogos. Jogos. Jogos a történet. Hát én ezt annyira jogosan nem tudom megadni. De ha piros a lámpa, állj meg, és várj meg. De szemlétlámpa, és akkor nem ilyen rohadék vagy. De miért, ha elalszik a zöld nyíl, és te akkor érsz oda, és te piros a lámpa, akkor te nem mondhatod azt, hogy most azért megyek át a pirosra, mert egyébként elaludt a zöld lámpa, hát akkor most nem tudtam várni 6 másodpercet. Tehát a piros a lámpa, akkor várd meg, amíg zöld lesz. Na, de mondjuk, ha 5 méterre vagy a zöld, még neked zöld a lámpa, a jobbra forduló? Igen. Nyomsz egy kövéret, 30-al beveszel egy kanyart, és egyszer csak eltűnik a zöld, akkor az onnantól kezdve. A fotón az úgy van, hogy piros dologról ment, beszélünk. Tehát most arról beszélünk, hogy te megkezdted a kanyarodást, és elalszik a zöld, akkor nyilván egyértelmű, hogy te arról nem tehet. De ha te mire odaérsz, elalszik a zöld, és akkor te nem menj át a pirosról, mert ott közben valaki balról elkasszál, akkor baromira föl leszel háborodva. Tehát miért kéne neked átmenni a pirosról? Miért adjam meg azt, de mi figyelmeztet arra, hogy elfogadom? Az, hogy piros a lámpa. De mi figyelmeztet arra, hogy egyszer csak köddé válik a zöldem? Én megyek, hogy zöldem van kicsit, zöldem van, teligáz. Ha fölnézel és fölnézel, hogy zöld van, akkor nyilván elindulsz. De ha mész arra, és egyszer csak elalszik a zöld, akkor szépen lefékezel, megállsz, és megmarad a sárga. 3 méterre vagy a lámpától. És három méterre a lámpától, ha te jobbra fordulsz, a sebesség már kell, hogy annyi legyen, hogy meg tudjál állni, ha elalszik. Tehát 3 méterrel a lámpa előtt nem tudsz megállni, mert annyival mész, hogy te utána be, akkor hogy fordulsz be jobbra? És ha jobbra fordulsz, és ott van egy zebra. Vagy ha elalszik a zöld, és közben a gyalogos melletted zöldet kap, akkor te pirosba szépen jobbról legázolod a gyalogost. Mert elaludt a zöld, mert közben a gyalogos kapott keresztbe átmenő forgalmat. Ez miért adjam meg, hogy átmenjünk? Nem fog összejönni. Miért adjam meg, hogy egyértelmű, hogy átmenjünk a piroson? Hát ez nem egyértelmű. Tehát, hogyha ez így lenne, hogy te mondod, akkor egyébként sárga jelzés nem lenne beiktatva a piros meg a zöld közé, hogyha egyébként lehetne ugrabugrán a jelzések között. Hát nyilván nem véletlen van sárga, hogy felkészítsen arra, hogy mindjárt piros lesz. Na jó, csak a jobbra fordulásot lehet, hogy kisebb számú forgalom megy át. Tehát, hogy ott mondjuk minden harmadik autó fordul csak jobbra. Rohadjak meg, mert jobbra akarok fordulni, miért nem mentem? Nem, én nem azt mondom, hogy rohadj meg, azt mondom, hogy pirosra nem kell átfordulni. Mert hogy utána közben... Na jó, hát azt értem. Ezt én hármasra nem tudom megadni. Nem, akkor legyen kettes. Én már max. De mi egyesre lehozom? Nem, max kettes. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Ez a kettes. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Imádom. Ez nálam nem egyértelmű. Pirosba való átmenésen nem adok egyértelmű hármast. Hát az... Na jóban, már megvolt. Ide kapcsolódik pontosan az, amit hoztam egyébként témának. Tudjátok jól, hogy én folyamatosan keresem a meggazdagodás kulcsát, ugye? De igen, ezt tudjuk. Mára is van, vagy gondolatom. Azt hittetek, hogy mára nincs egy olyan gondolatom, ami kirángat minket a nyomorúságos szegénységből? Nem gondoltam ezt. Na, akkor. Azt gondoltam, hogy azért van már mindjárt 9:30, mert nincs témát. De van! Olyan világban élünk, ami alapvetően már ilyen szimulációs alapokon nyugszik. Tehát, hogy nem nagyon akar senki élesben kipróbálgatni dolgokat, minden szimulátorokban végzünk, igaz? Tehát, Jani, te például elmész falat mászni, az is egy szimuláció, mert a teremben, amit csinálsz... Fal. Egyébként nem mondasz hülyeséget. Először az évben. Várjál, taps. Hol egy taps? Egy egyes szintű. Tehát végül is tényleg a sziklát imitálja. Nem? Így van. Tehát, hogy te odamész, nem akarsz lezuhanni, még nem akarsz próbba nyúlni. Rohadt fárasztó egy szimulátor, mondjuk. De mégiscsak azért de az. Biztonságos körülmények között. Igazad van, a szikla az igazi. Nyomaton. Most találkoztam, hogy olyan, van konkrétan horgász, ez Balázsnak néztem be, horgász szimulátor, konkrétan egy hajóra fölülsz, valaki tolja a gázt, és ott nagyon fárasztasz egy fehér cápát, közben egy nagyon magányosan vagy egy 4x5-ös terem, mert ott semmi nincsen ott, és te egy fehér cápát fárasztgatsz ott közül. Kipróbálnád, Balázs? Nem. Na, nem csinálnék. Ez az utolsó. Tudod, amit ti is kipróbáltatok, ugye a szülés szimulátor. Igen. Tehát bejön, kihúzod, elvágod. Tehát már mindennek, ugye mindennek szimuláció az alapja. Egyetlen dolog van, ami szerintem még nincsen jó kiaknázva. Ha megcsináljuk, akkor hogy ugye 20% jár nekünk. Meg csak megint 20-at kérünk, hozol egy ötletet és 20-at kérsz. De figyelj, nem, 20-at, 50-et 60. Nem fognak nekünk adni. Ne 51. 51-et hát, nekünk? Hát akkor hát te vagy az többségi ötlet, tulajdon. Hát többségi tulajdonban maradjál a saját ötleteden belül. Jó. És akkor én azt mondom, hogy még az se, 49. Jó, most mondom. Nem értünk egyet senkivel, semmiben. Jó.
mondom nektek, hogy mi az, amiben nagyon nagy lét tudunk kiszedni. A következő, ugye, most már nem tudom, hány kilométert kell levezetni, az, hogy megkapd a jogsit, mennyit kell levezetni forgalomban, valami horrorisztikus, vagy 580 vagy... Valahogy így, igen, van egy óraszám, meg van egy kilométer szám. Na, megcsináljuk a Morning Show szimulátor központot, és a Morning Show szimulátor központban ennek legalább a felét le lehet vezetni. És nem kell kimenni a forgalomban, nem kell izélni, nem tapogat a izé az oktatód, nem jönnek beléd, nem az oktatódnak a izé a különböző csekjeit adogatott föl vezetés címszó alatt. Mit szóltok egy ilyen ötlethez? Nagyon jó. Mert miért lehetne? Tehát ugye a pilótákat is ebbe képzik, mindenki, tehát az űrhajósokat szimulátorba képzik. Akkor egy autószimulátor? Hát hogy a vezetés, tehát hogy egyébként a vezetésnek egy részét, azt mi a büdös túróért nem lehet megcsinálni szimulátorba? Nem? Hát ennél durvább már csak a gyereknevelés. Gyereknevelés szimulátor. Ha most megnézed, hogy az életed minden pillanatához, mindenhol mindig papírt kérnek, hogy végezz el, még ahhoz is, hogy vezessél, nem? És amikor két ember úgy dönt, hogy a gyereket vállal, az minden további nélkül. Persze. A legfontosabbhoz nem. A legfontosabbhoz, az élet legfontosabb dolga az, hogy te életet adjál egy gyereknek, és neveld, és normális embert neveljél belőle, az bárki. Ami a legnagyobb felelősséggel jár, az... De van rá a szimulátor! Az ahogy belefér, mindenki nevel. Hát a Tibinél volt a próba gyerek. Hát nem, a Tamagocsi. Hát azt ott nevelgeted a telefonodon, megdöglik, uff, akkor nem kapod. Tehát, hogy lehet egy ilyen, hogy két embernek nevelgetnie kéne egy ilyen valamilyen Tamagocsit, volna egy Tamagocsi bíróság, vagy nem tudom, akit leosztál, az fejlődés, egy virágállat, tudod, virágállat gyerek, tehát hogy ezt, ha vegyél egy virágot, ha életben marad, tök jó. Egy hét után elszeren, ha már a életben marad, vegyél egy állatot. Ha az is túléli, akkor nagyjából alkalmas a gyereknevelésre, tehát hogy van egy ilyen fejlődés. Arra a életben áll a minden növény megdöglik. Ne kapkodj! Úgy látod, hogy kapkodok. Tehát, hogy egy ilyen szimulátor központ, a Morning Show szimulátor központja, ahol lenne egy 60-80 állomás, és nem kell kimenni a forgalomban, nem tapogat a, nem az vagy rá, tehát meg tök objektív lenne a pontozás, mert csomószor ugye mi van, ugye azt csinálják veled, hogy ilyen tök szubjektív okokból szivatnak, nem álltál félre, na még két óra, na még négy óra, tehát ráhúzatnak lóvér, hogy még mennyi. Szimulátorban tök objektíven kapnád a pontszámot, szépen mennél egy útvonalon, nem? És akkor egy ilyen autó, vagy ilyen számítógépes autós játékon kéne végigmenni, vagy rendes, valós forgalom. Hát ez egy valós forgalom lenne, hát ez meg, mint hogy a repülőpilótákat is így képzik, mi csinálnánk egy ilyen Morning Show központot, és ott lehetne mondjuk ennek a felét, nem az egészet, mert nyilván ki kell menni a forgalomba, de a felét le lehetne vezetni nálunk a Morning Show szimulátor központba. Adjátok? Most megint éleszek a rossz zsarú. Te személy, most ezt se adod. Nekem szimpi. De miért? Hát ez jó ötlet. Nekem ez szimpi. Olyan lóvét csinálunk, hogy belebetegszel. Nekem ez azért szimpi, mert ugye ma is volt egy olyan kedves hallgatónk, akivel játszottunk, és ő elmondta, hogy most fognak megint kimenni forgalomba, oktatják éppen, most szerzi meg ugye a jogosítványát, és már kétszer összetörte az autót. Na most ezt el lehetne kerülni egy ilyen szimulátoros rendszerrel. Meg ugye ki tudod szűrni a gyakorló perverz oktatókat, ugye? Mert egy csomó nő panaszkodik arra, hogy csak azért, mert nem tudom, nem rövid szoknyában volt, akkor nem megy át, meg nem úgy, meg azért, meg flörtöl vele az oktató, meg nem tudom. Tehát egy csomó ilyen... Attól még nem perverz valaki, hogy bejönnek neki a miniszoknyás nők. Megszólalt a gyakorló perverz. Megszólalt a gyakorló perverz. Ha viszont csak azért engedi át őket, ha van puszi a hasra, az... Az már azért sokkal durvább. Hát ilyet is hallasz, hogy rengeteg oktató, ugye, ajánlatot tesz, vagy kikelsz, hát azért ilyenek vannak. Hát. Fizetned kell, ha nem tudsz fizetni, akkor máshogy kell fizetned. Na, itt is ezért vannak, nem lesz soha jobb. Nincs oda, hát egy friss eperke helyez szállt. Van ilyen, hogy meg lehet oldani okosba? Tehát, hogy, volt már ilyen témánk, hogy ki hogyan ment át, meg kivel kezdett ki az oktatója, és nagyon érdekes események jöttek, hogy kikezdtek, aztán, hogy ha lefekszel, ha fizetsz, ha borítékot adsz, mennyit kell adni, hát ezt egyszer már földolgoztuk, érdekes volt, emlékeztek? Uh-huh. Beült az első óra, mondta, hogy 20 boríték, 30 zseb, és akkor megvagyunk. Tehát innen indul. Ez gyerekek, külön hát téma lenne. Jobbá tettem akkor a világot az ötlettel, mert azt gondolom, hogy a Morning Show szimulátor központjában igenis totális objektív lenne a mérés, pontokat kapsz, ott a gázolásnál, tehát akkor nem hal bele senki, nem töröd össze a kocsit, a felét miért nem lehet levezetni szimulátorba? Jó? Mostantól alapjelvű egyébként tényleg nem rossz. Ebből olyan valami drága lenne nyilván egy ilyen szimulátor, de önmagában az, hogy emberek üljenek be szimulátor, és utána mehessenek ki forgalomban, hát nem egy rossz ötlet. Fel is inkább ezt választotta volna mindenki, ahogy mondta neki az oktató, hogy emelje be a disznót a csomagtartóba. Emelje be a fél disznót. Utána pedig vett fel ezt a latex kezes lábast, és hagyj hívja a böbének. Igen. Szép név. És azt szeretem, a fekete biliárd golyó van bent a szádban egy bőrömmel. Megvan a jogsít. Na és? Igen. Jó, szerencsé, hogy volt egy barátod, aki kimentett egy szamuráj kardot. Megtalált az alaksorban a biliárd asztalhoz kötve. Jaj, ne húzd be a cipzárt, oda chips! A Marcellus Wallace dolgozott rajta. Marcellus Wallace nem szereti, ha
Igen. Jó, van még egy dolog egyébként, amit lehetne szimulátorban fejleszteni, és egyébként ez is lehet a mi szabadalmunk, csak félek, hogy ti ez még nem vagytok elég reformgondolkodásúak. Uh-huh. Az úgynevezett csókszimulátor. Mert ugye mi az, amiben béna vagy, jaj, az első már, csók. Na, már nem az első, jó, majd mindjárt kinyitom neked a szelencét, és akkor a számot, gyere ide, kidugom a nyelvem, és nem. Tehát, hogy mi az első csókban mindenki béna volt. Első csókban milyen voltál, Balázs? Lefetyeltél, mint az ipari turmix gép? Olyan voltam, mint egy kölyök, kajlak, kölyök vizsla. Kavartam, kevertem, lefetyeltem. Jó voltál? Szerintem nem voltam annyira béna. Izgultam, de nem voltam béna. Feri? De ne szét, ne jó voltál? Jó, hát. Csomó gyakoroltam. Te kamus. Mutatom. Hát ha ilyen voltál, Feri, akkor csak hazudták, hogy jó voltál. Nem ez a jó? Hát ez nem. Ó, hát én azt hittem. Ez a lelkes amatőr, aki tudod úgy csókolózik, hogy közben de a garatodig megy le nyelvvel, az nem annyira jó. Melyikét csókolóztál olyan nővel, tényleg, aki úgy csókol, mint aki az anyját védi a nyelvével? Tehát az megvan, ez az ilyen... Tehát ez ilyen tényleg ilyen életveszély? Az anyját védi a nyelvével. Kardozik vele? Igen, ez mint egy Jedi. De ennél rosszabb. Nem a mostani kapcsolatomról. Az előző téma sem a mostani kapcsolatomról. Sokan félreértették. Nem a mostaniról. Ennél rosszabb a lusta típus. Megvan? És mondom neki, hogy életem, hát valami, tudod. Hát azért úgy legalább játszott. És azt is, hogy néha kinyitod a szemet, hogy ébren vagy még? Vagy kómában vagy? Vagy mi van veled? Megvan ez a típus? Kisbe rohangálsz a szájából, mint a mókus logóból, és nem történik semmi. Kinézel, benézel, benn is vagy, kinn is vagy, kavarsz körbe, S8, végtelenjel, tudod, mindent lerajzolsz neki. Sibbad a nyelved a melótól. Sibbad a nyelved olyat, mert az a... Figyelj, azt nem hiszed el. Igen. Jani, első csók, oda tetted? Nálam az első az annyira gagyi volt, hogy apámnak kellett venni neki egy 1002-est, hogy ne beszéljen róla senkinek. Komolyan? Persze, hát nagyon, nagyon gyenge szó. Na. Te voltál gyenge, vagy a fiú volt gyenge? Mit? Nem, fiú volt, egy te voltál gyenge, vagy a srácsal volt baj? Te voltál, vagy az a sejmes durbincs volt gyenge, amit kifogtál a délegyházi tagot? Apám utána levágta a fejét, és megfőztük halászlének, mert egy ponty volt az, amivel csináltál egy rohadt nagy tükörpont. Jó, de akkor erre lehetne egy szimulátort alapozni. Nem kell, hát pont az szép az életben, hogy ezt végigjár. Na jó, de akkor olyan is ugrabugráljon szikláról sziklára, mint a Tom Cruise a Mission Impossible, beérted? Akkor ne terembe másszon falat. Hanem akkor menjen ott a nem tudom értem az árukapcsolást, nehezen tudom megindokolni, hogy mire akarod kifutatni a dolgot. Igen, de mászok, mint Tom Cruise, tehát nekem erre nincs szükség. Meg gondoltam, hogy lehetett volna egy rohadt nagy, egy ilyen két darab parizerből lenne az ajak, egy ilyen rohadt nagy marha. Ajak! Egy rohadt nagy marha nyelvet jádugszat, és a túloldalon ülne a zsűrök, meg ezt így pontoznál. Tehát, hogy lehetne virtuózitás, nem tudom. Tehát, hogy az egészet föl lehetne készülni az első csokra, és ha a marha nyelven jó muzsikálsz, akkor rámehetsz a 16 éves tínézsen a szórakozni. De zalai lenne, vagy vadász, vagy mi? Érted, vagy fehér pecsénye? Tehát, hogy így lehetne választani? Hát az lehet, hogy az ajkat azt te kiválaszthatod, hogy miből szeret egy jó aszpikos felvágottat csókolgatni. Jó, de kis... fáját, hogy elvett az idő. Igen, de az alapvető ötletem az az volt, hogy akkor mostantól legyen az, és ez a mi bizniszünk akkor, és ezt mi akkor felesbe szétdobjuk, hogy a felét a szimulátorba lehessen levezetni a forgalmi, vagy a forgalma megtenő kilométereknek, és ez akkor mi bizniszünk legyen, egy ilyen morning show szimulátor központ. Jó? Összedobjuk egy 50-50 milliót, akkor, vagy egy 100 milliót. Egyébként 100 millió lehet, ilyen szimulátor, tehát kicsit kell investálni. Most azt nézem, Tibi, hogy a te szádat miből lehetne összerakni. Te rohadt szád. Szerintem egy 40-dek a frikandóból. Micsoda. Vagy felsálból. Igen, szerintem vágják félbe egy görög dinnyit. Jó. Edd ki a belsejét, és megvan az alsó ajak. Félve kérdezem, mert két héttel ezelőtt, picit nehezen indult el a koncertünk, hogy a holnapi klubkoncertemen a kezdéssel újra várjunk benneteket, ahogy két héttel ezelőtt is tettük. Várjatok. Tehát álljunk addig, holnap esti klubkoncertemen a belvárosban. A belvárosban. Mert múltkor a külvárosban. Igen, de most a belvárosban leszünk, hogy újra fél lábon állva várjon benneteket a zenekar, amíg beléptek, vagy azt mondod, hogy esetleg kezdjük el nélkületek is, ha nem érnétek oda az elejére. Én ebben tök őszinte vagyok, rohadtul ne várjatok. egy percet ne várjatok rám. Jó, akkor nélkületek is elkezdjük holnap. Jó van, jogosan tapsa sikolja rengeteg jó ért. Már meg is érkezett. 3-4-10 lesz, 6 perc múlva TV-nek. Köszönjük, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk akkor a nap hallgatóját. Mindjárt ebéd. Kicsit korai, de...
M3-ason Nyíregyháza felé a Káli felüljárónál van egy trafilavinánk. Ez Zsolti küldte nekünk. Ez most jött ebben a pillanatban. És Bősárkány és János Somorja belterületén Mosómagyaróvár felé szintén trafiznak. Ott is zúdul a lavina. 138-as kilométer, M3-as autópálya. Fehér dobozos furgonból mérnek 2 kilométerrel, fentebb van a leállító csoport motoros rendőrökkel. Látod, leállítanak. Ez nézd, pedig Radu írta. Föltart 10 percig, elenged, és megbüntet újra. Hogy egyből megállítanak? Hallod, motoros rendőr van, utána jön a motoros rendőr, megállít. Jó napot kívánok, tudja, hogy ön 178 km/h ment. Tessék itt a csekk, nézzük már meg, mutassa az iratokat. Jaj, de jó, süt a nap magánál is, de jó, 10 perc el, tehát menjél tovább. 2 kilométer múlva ott a trafi, egy szót se szólhatsz. Úgy nem. Úgy, akkor már hát rendelet szerint úgy nem. Mert ugye arról beszélt, hogy a kormány rendelet azt írja, 10 percen belül kétszer nem csinálhatnak meg trafival. Ne rögj, Anna. Ugye? Kicsit feltart, beszélget, és már jöhet az okay. A sebesség túlépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebesség túlépés miatt kisebb összegű másik bírságot szabtak ki. A sebesség túlépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebesség túlépés miatt azonos, vagy nagyobb összegű másik bírságot szabtak ki, és a bírságot megfizette. Akkor nem büntethetetnek meg újra. Igen. Érdekes. Na jó van. Hívjuk a naphallgatóját. Nem megy. Na. Anna elengedte. M7-esen Budapest felé Siófok után 4-es lavina. Ez a lavina nagyon tetszik nekem. Marha jó kitalálta. Morning show! Az bizony! Yeah! Hello, nálam. Hello. Hello. Hello, Balázs vagyok. Balázs, hello. Ő is. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Szia. Én nem hello. Vagyok Balázs. De Jani, te az vagy? Se. Se. Írtál nekünk SMS-t. Így van, többet is. Ja, többet is, csak az egyiket láttuk, akkor lehet, hogy többet olvasunk, de ezt jelöltük ki. Ugye arról beszélgetünk, hogy magyar háztartásokban vajon mi a helyzet, ki az, aki igazat mond, ki az, aki kamuzik, mennyire lódítanak az emberek arról, ha a saját szexuális életükről kérdezik őket, akár egy baráti társaságon. Te csak annyit írtál, hogy nálatok már annyi a helyzet, vagy annyira drámai helyzet, hogy ez a mondat hangzik el. Drágám, ha végeztél, takarj be! Így van, és ezt a poént a Dombóvár Istvántól loptam. A Dombóváritól, hát na, most akkor így szerzünk. Ajándékcsomagot, ugye? Na, ó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Legalább elmondta. De legalább elmondta, nem baj ez, persze, megadjuk. De jó? A Dombinak fogjuk küldeni az ajándékcsomagot. Köszönöm, biztosan nagyon fog neki örülni. Köszi, hogy minket hallgatsz. Hol hallgatsz helyileg, Balázs? Nagy Ázsonyban hallgatlak bennetek, egy apró kis forgácsoló műhelyben. Így van. Egy kis forgácsoló műhelyben. Jó van. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, ciao. További szép napot, ciao. Hello, Balázs, szia, szia. Na. Csabi nincs még a héten. Nincs. Egész héten nincs, a Garami van. Úgyhogy tőle lehet. Egész héten nincs, azt hiszem, hogy csak néhány nap. Dehogy is, hát, hát ez 4 napos a munkahét, tudod, péntek az elseje, akkor nem jövünk mi se dolgozni, ez a 4 napot kivett, tehát most mit sajnálod. Azt most kiütött egy 4-est. Jól tegnap teszi. Miután leléptetek, kaptam egy nagyon jó üzenetet, melyben azt kérte a hallgató, hogy kereszteljük át az Abaházit Szabadsági Csabára. Jogos. Hogy jól csinálja. Ezeken a heteken. Szabi Csabi. Hát él a törvény adta lehetőségekkel, hát ezt ő jól csinálja. Nem? Azóta se találtatok kiskaput? Már mire? Hát a szabadságra, vagy nem kiskaput, tehát hogy nektek legyen több. Hát. De nem, egyébként elmondom ezt most tök komoly, hogy nekünk még lenne, csak mi olyan lelkesek vagyunk, meg annyira szeretjük. De ez most tök komoly. A Jani általában egy olyan 15 napot visz túl, te egy 10 napot, én egy 5-8-at még átgörgetek, de ugye nem lehet ezt átgörgetni. Miért nem hagyjátok rá valaki? Mert én úgy tervezem, hogy 2015-ben nem jövök be egész. Igen. Ha is igen, amennyiben lehet görgetni, akkor te 3 évre megvagy. De hogy tényleg nem azért van, mert nem mehetünk, amit drága főnökeink egyébként engednének, csak azt gondoljuk, hogy nem akarunk annyit menni, mint amennyire lehetőségünk van. 20 vagy 25 nap mindenkinek lenne. Így van. Az 5 hét. Hát 5 hetet nem voltunk, Szabin. Há. Nem baj, majd most. Mikor? Nem tudom, belehúzunk valamit. De úgy kéne, hogy külön, csak egy valaki megy, nem tűnne annyira fel. Én a többiek helyett is megyek. Egy hónap ezelőtt is voltam egy hetet, tehát én mindig mondom, Balázs, a srácok helyetetek is iszom azt a pinyakoládát ilyenkor. De nem, már most azért egy kettőt te is kiütöttél.
tehát az így megyek egy most ez, most ez baj az én koromban. Csak 40-et viszel át, 40-et viszel át a következő. Amikor Balázs vissza a pinyakoládát, és mindig érzem egy kicsit a kókusz ízét a számban, tudod. Mi van még a pinyakoládában? Elég az. Nem tudom, te is. Csak azt szeretem, amikor így vázolod, hogy érzem a kókusz ízét. Na jó, van, jó zenék lesz? Nagyon. Egy csomó remek zenét. Fogalmad nincs mi? Miért szépen? Dehogy nem. Egyet mondj. Megkérem a... Na, tessék, egyet mondj. Hát fejből. Nálam biztos lesz mondjuk Rihanna. Rihanna, az jó. Vagy a Blurred Lines biztos lesz, mert azokat nagyon szeretem. Meg tegnap is volt. Például. Pitbull, azt tudom, hogy lesz. Pitbull, biztos lesz. Félre múlva hívja majd a Tituszt. Fihet, Titusz, nem akarom beégetni magam, berakhatnék egy Rihanna. Tegyetek be valamit, mert nagyon nagy szarba vagyok, igen. 555-55-00, itt lehet Gábortól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!